Kupak van, jó? Ettől nem itt már izé? Már élőben vagyunk. Már élőben vagyunk. Töltsetek, töltsetek, egyből. Eddig nem történt semmi. Ahogy élőben vagyunk, egyből borok és sörök izé. Korácsony. Egyébként ebben az a szép, amikor becsatlakoztok az első adandó pillanatban, és hogy előtte már egy 10 percet dumáltunk is. Igen. És az aranyat ért volna mindenkinek, hogyha meghallja, nem? Hát nekem nem. Milyen kár, hogy le volt húzva a hang. Igaz, Dani, hogy le volt húzva a hang? Ez a hanggal én problémáim. Most már ne csináld. A riportai pályafutást előolimpián kezdtem Londonban. Azért lettem riporter, mert ott éltem, nem azért, mert értettem hozzá, csak olcsó voltam. Mi is így vagyunk kezdve. És kimentünk Eton Dorniba az evezős verseny, ahol a magyarok versenyeztek, tesztelték a pályát egy évvel az olimpia előtt. Igen. És Storz Botond volt a szövetségi kapitány. Azt se tudtuk, hogy akár megszólni, hogy egyik haverom hozta a táskát, én voltam a riporter, azt se tudtuk, hogy mit kell mondani. Jövök, fiúk. Egy napot vártunk rá. Jaj. A szeles evezős pálya puszta közepén. Az egy nap alatt azért nem szó szerint érted. De, oda mentünk reggel, és a délután 3-ra azt mondja, hogy most jó. Oké, összepakoltuk a cuccot, haverom csak pakolt a dolgokat, én meg kamera, riporter, legyen gyorsan őt, kérdésed, egyebek. Fölvettük, annyi, rövid lesz a sztori, fölvettük, igen. És nem volt hang. Egyébként az lenne a szép, úgyhogy hogy a hangon nem vagyok jó. A legnagyobb szívásokkal egyébként így lehetne kezdeni, de szerintem azzal, de, hogy nem tudom, hogy mennyi volt a legtöbb idő, amit még előadóra vártunk. Még évekkel ezelőtt gyakran csináltunk ilyen fesztivál heteket, hogy több fesztivált is megjártunk Vörivel, hogy megpróbáljunk, tudod, nagy magyar sztárokat, meg időnként külföldieket elkapni, és helyenként marha jó nevek jöttek. Tehát, hogy éreztük magunkat. A legtöbb allőröcsém az Ákos. Ákos? Az Ákos. Tehát hallod voltam Sunrise Avenue, életem kedvence. Igen. Egyszerűen zseniális volt. Igen. Jaj, segíts már. Tankcsapda, mindenki fél tőlük. Tankcsapda. Miért? Az egyik legbarátságosabb jó fejcsapat a világ. Igen. Imádtuk őket. Segíts még. Magyar vagy nemzetközi? Bármelyik jöhet. Hát magyarból. Borinál voltunk többször. Aha. Péterfi Borinál. Ja, hogy már egy Bori. Ő már csak egy Bori. Péterfi Bori. Hát őt a rajongói is borizzák. Magyarázzuk. Fiam, most Bori. Már 24, nem, 23, igen. Így lövi föl az internet az arcot. Fábián Jumi. Hogy közbevágtam a gondolatsorba, hogy nem mindenki Kalocsa, és nem, jó, hát nem csak Kalocsa, bárhol ismerhetnek titeket, de mondjuk lehet, hogy vannak olyanok, akik nem ismernek titeket. Uh-huh. Vörös Isti. Gábor Jani. Sziasztok. A promóciós videóban azt mondtam, hogy majd ti elmondjátok, hogy riporterek vagytok, rádiósok vagytok, vagy mik vagytok. De ezt már elmondtad. Vagy mik vagytok. Tík. Mik vagytok ti. Mik vagyunk ti. Mondd el, te mik vagyunk mi. Én mondjam el? Mik vagyunk mi. Az újságírót kikérnétek, az újságíró az kevés, nem? Nem, az kevés lenne, hogy azt mondanám. Az egészen jó jelző volt egy 8-10 évvel ezelőttig, azóta rongálják a hírnevét a dolognak, de... Ugye? Mindig is rongálták, csak az intenzitása nem mindegy. Nem, egy nagyon megtisztelő munka, és ez egy nagyon élvezetes dolog. Tehát, hogy egyébként igen, tehát, hogy mindketten írunk amúgy a rádiós munka mellett. De én azt gondolom, hogy van, több formája van az újságírásnak, tehát rádiósként is lehet valaki újságíró, ha mondjuk nem ír, csak kimondottan újság. Nem. Tehát azt hívhatja magát újságírónak valaki. Ja nem, ez itt más lista. Igen? Hát persze. Várjál, miért? Mert ugye esetemben egyébként nagyjából kimerül úgy, hogy én tudósításokat készítek ugye több újságban meg hírportálra, viszont neki meg befigyelt ugyebár egy olyan magazin, amit a régióban indítottak, ahol teljesen más jellegű műfajokat is lehet készíteni, és az óriási, de erről szerintem több. Tehát, hogy egyébként az egy kicsit az újságírásomból egy kicsit szép iroda, amit csinálhat. Tényleg? A Turmixra gondolsz? Nem, az impulzívra. Az impulzív. A Turmixból is próbálom kihozni egyébként. Ja, az a hétvégi magazin műsor, hallgassátok, csak ott sok a duma, tudod, ez olyan. Igen. De itt volt valaki, beszólt neked. Igen, valamit, így néha meg is hiek, hogy Gagyi, ez a rádió, elkapcsolom, mert sokat pofáznak. Na, az volt a műsorom. Nem tudom, hogy éppen kinyilatkozott, akkor igen, tehát ugye az a fickó valami másra szám. Sajtótájékoztató volt. Sajtótájékoztatóból? A hangos bibliáról volt egy sajtótájékoztató. Szerintem egy... a hangos bibliáról volt egy sajtótájékoztató, ami itt indult egyébként Kalocsán az Új Szövetség felolvasásával, és szerintem az egyébként egy kifejezetten érdekes anyag volt. Tehát, hogy maga az ötlet is érdekes volt, meg az is érdekes volt, hogy ez Kalocsán indult. Mert hogy Kalocsán... Van ez a pont most történt a múlt héten, igen. Tényleg, erre lesz egy kérdésem az érsekről. Hogy tartott egy sajtótájékoztatót a Szegedi Biblikus Konferenciának a vezetője, meg ő... Van egy ilyen, Szegedi Biblikus Konferencia? Van, ők azt csinálták, hogy...
Ők azt csinálták. Ezt még próbáljuk az elején komolyan elmondani, aztán utána eltrolkodjuk az egészet. Oké, okay, oké. Okay. Úgyis ez jön. Na szóval csináltak, képzeld el, egy ilyen össznépi másolt bibliát, hogy 5000 embert összefogtak, és mindenki egy oldalt lemásolt. A Bibliában az Erdő Pétertől kezdve a nem tudom melyik katolikus iskolának a kisdiákjáig, ezt lefűzték egy ilyen nagyon-nagyon vastag kötetbe, és elvitték a Ferenc pápának. És annyira tetszett neki, a Ferenc pápának annyira tetszett. Nem mondta, hogy másolat. Ő maga személyesen fogadta, meg vette át ezt. Ez mekkora dolog? Hogy te azt mondta, hogy figyelj, hoztam neked valamit, és a pápa azt mondja, hogy ez jó ötlet, gyere, mutasd meg. Aha. És ott van a vatikáni könyvtárban egyébként. Na ennek hozták el egy másolatát a bábeléseknek, és most ezt csinálják meg hangosban. Tehát, hogy mindenki 3-3 percet olvas fel, ugye a Bibliában az van egy pár oldal, amit föl lehet olvasni. Igen. És az az új szövetségi rész már kész, és talán az Ószövetséget azt kezdik most, és abból vették fel az első szemelvényt a bábelésekkel, az első 3 perceset. Okay. Szerintem ez például tök érdekes, nem? Hogy jutottunk el ide? Ja, hogy valaki azt mondta, hogy pont ez a... Igen, ez ment a rádióba. Nem tudod, mi a nehéz innen átkötni az internet szennyére az érsekről. Na, az a nehéz, öcsém. Tibi atya. Valahogy éreztem, hogy ez jön. De valahogy most futottam bele a fröccsébe egy trafikban. Várj, a dobozosban vagy? Van, dobozos fröccs. Azért perlik most, persze. Miért? Azért beisperelték. Beperlik most éppen. Ezt egyébként a minap hallottam, tehát teljesen nem vagyok képben, de van egy olyan dél-magyarországi gazda. Ha véletlen nézi a műsort, vagy később. A helyi gazda? Az lehet egy keceli? Vagy egy sortfatkett gazda? Dél-Magyarország dereng, de nem biztos, hogy így van. Aki már egyébként kibocsájtott egy dobozos fröccsöt. És most elkezdi Tibi atyát kóstolgatni azért, hogy hát ezt az ötletet... Miért a dobozos kóla, meg azok egymást perelik? Jó, így tudja. Egyszer azt hallottam, hogy itt mindennél az anyagnál, a méretezésnél, a porték a milyenségénél, egyáltalán az ötletnél, hogy ez milyen összeállítás, milyen alkoholtartalom, milyen akármi. Ennek nagyon-nagyon pontos leírata van a szabadalmi hivatalokban. És itt egyébként viccen kívül, tehát el kell menni ügyvédhez, akinek egyáltalán erre van ideje, tudod, a 8-10 000 forintos órabérrel, fölmászni Budapestig a szabadalmi hivatalba, és minden vackot átnyálazni az összes létező papír alapon leírt mindenséget, hogy vajon pont ilyen összetételű, vagy ehhez nagyon hasonló valami van-e. És utána lehetne, most szerinted ezt Tibi atya megcsinálta? Nem, nem. Ki vagyok. Minek? Tibi atya, nem kell. Arról nem beszélve, hogy jó magyar stikli, fölsétálsz a szabadalmi hivatalba, hogy nekem van egy ötletem, én ezt szeretném megcsinálni, és aztán azt mondják, hogy hát ennek ilyen hátulütője van, aztán rá 2 hónappal. Valaki pénzesebb, híresebb, nagyobb tők, és hirtelen előrukkodik. Meg is van egy ilyen ötlete. Hirtelen lesz egy ötlete, ja. Sajnos erről egyébként terjedtek ezt a képzelni, hogy ez most így van. Az az érdekes, tudjátok, hogy annak idején most akkor még csak így terjedt, meg sokan érezték szentségtöréstek, hogy Thomas Edison ellen így mindenki beszólt, de lényegében Thomas Edison rengeteg szabadalmat nyúlt le, illetve vásárolt meg bagóért emberektől, és valójában az az ember nem volt akkora nagy karakter, mint amilyennek a történelem tartja. Miért az Steve Jobs? Hogy mennyire nem volt Edison. YouTube.com, nem a reklám helye, YouTube.com, Edison Family Guy, enter. Ja, egyébként igen, mi van Steve Jobs-szal? Steve Jobs is fogta, Először is van fönn egy videó a YouTube-on, ahol egy szakértő szétszed egy okostelefont. Igen. És elmondja, hogy kamera, NASA fejlesztés, 1900 akármióta szabad felhasználásra van fejlesztve. Ilyen chip, NASA katonai fejlesztés, tehát az adófizetők pénzéből kifejlesztette a NASA dolgokat, és utána közhasználatra teszi, mint szabad szabadalom, és föl lehet használni. Most Steve Jobsék ezeket a dolgokat fogták, és utána belerakták egy telefonba, és lett belőle egy okos telefon. Érintőképernyő, NASA szabadalom. Tehát, nem a miénk, de az amerikai adófizetők pénzéből ki lett fejlesztve, mint katonai kutatás, és utána miután szabadon volt, csak szépen okosan összerakták, persze, értem én. Meg azt mondja Steve Jobs egy reggel föl kell, hogy akkor öcsécskeim, ti ott fejlesztők, most be vagytok zárva egy hétre, szeretném, hogy az összes 2000 lemez, ami itt van, az itt legyen benne az iPad-emben holnap utára. Én is bezártam őket, a viccelj. Ha nem. Persze, kocka. Az a figura, akivel simán el tudom képzelni, hogy megtörtént. Ugye itt halmozódik az adófizetők pénzen kifejlesztett termék, ha belegondoltok, mert hogy nagyon gyakran mondjuk a honvédelem, meg adott esetben mondjuk a NASA is. Igen, tehát, hogy egyetemektől
veszi át ezeket a szabadalmakat. Tehát nagyon sok mondjuk kísérleti fizikusok, elméleti fizikusok, jó, hogy tudja, kik dolgoznak ott, akik ott maradnak konkrétan azért, hogy gondolkodjanak. Belőlük néha professzor lesz, akik tanítanak is, és ezekre a szabadalmakra az egyetem részben ráteszi a kezét. Tehát, hogy az a további haszon, ami mondjuk a hadipartól vagy a NASA-tól egy ilyen szabadalomért becsengetnek az egyetemnek, annak mondjuk 60-80% az egyetemé, és az a fizikus tudós, aki ott dolgozott az egyetemen, az így eltengődik idézőjelben a 10-20%-on. Tehát, hogy egyrészt az egyetem fejlesztette ki, a NASA átvette, és akkor utána még hogy jött a képbe Steve Jobs, ez egyébként egy izgalmas talaj. Jani, meséli az agybenőknek az utolsó előtti évadát. Igen? Nem nézek sorozatokat. Frankon onnan tanultam meg érdemes utána olvasni. Tehát Frankon az agymenőkből tanultam meg érdemes utána olvasni, konkrétan így megy. Rengeteg labdát konkrétan dobnak föl egyébként. Yeah. Rengeteg labdát dobnak föl, nagyon megérjük. Valószínűleg ugyanúgy elgondolkoznak rajta, mint mi. Uh-huh. Miért vagytok itt? Azért vagytok itt, hogy az internet mocskát és szennyét lefilterezzük. Te biztos azt akarod, hogy ezt mi bíráljuk el? Mert hogy mi termelünk rá, tudod? Mi tartalmat állítunk rá? Ez volt az ötletem. Aztán délután neki láttam készülni. Igen. És igen. Nem lehet velem mit kezdeni. De hogy akkora mennyiség, hogy nem lehet hozzányúlni. És igen, mi a mocsok? Ez lett az első kérdésem. Határozzatok meg, hogy nektek mi az, amit te szennynek tartasz, és mi az, amit te tartalomnak tartasz. Én emlékszem rá annak idején, ugye nálad itt ki lehet mondani ilyen S betűs, meg B betűs szavakat, igaz, amiket rádióban nem lehet. Igen, például. Ja, ha emlékeztek rá, akkor 15 évvel ezelőtt, ugye a napi szar oldal, napiszar.hu, az olyan volt, mint egy ilyen underground humor biblia, vagy nem is tudom, hogy jellemezzem, és én emlékszem még arra az időszakra, amikor az az Oravec Nóra, aki ma egy meghatározó brandépítő, vagy egy brand szakértő, egy én márka szakértő, nem tudom hány könyv szerzője, jelenleg is egyébként marha sikeres ő influencer, vagy hát ez inkább szakértő, mint influencer, nem annyira azt influencer. Azt mondják, hogy az influencer az csak egy divatos szóval a celeb. Net celeb, de ez is más. Igen, ez is egy kicsit árnyaltabb. Na mindegy. Tehát az Oravec Nórának emlékszem, hogy a napisztal az egyik kedvenc témája volt a napisztal az Oravec Nóra, hogy az különböző idézetei, mert hogy ő tett fel először ilyen fekete képre motivációs írásokat, de ilyen nagyon-nagyon triviálisokat, és hogy így indult valamikor a csajna. Most erre küldtem neked az egyik kedvenc oldalamat, az Oravec Coelho oldalát. Coelho-t. Ami a két jelenségnek a házasítása. Gyerekek, tanítsatok. Coelho fejével. Ugye az alkimista szerzőjének a fejével, Oravec Nóra sérója. Az a logó. De basszus, aztán megnéztem. Nem küldted el? Ezt nem küldtem el. A pimpos kefirteket is elküldtem, meg a Daninak igen. is. Igen. És aztán tegnap előtt, vagy mikor olvastam a Nórának az utolsó posztját, hogy ő most éppen köszöni szépen, Vancouverben nagyon-nagyon jól érzi magát, már nem tudom hány hónapja ott van, onnan végzi a munkáját, ami heti, kapaszkodj a sörödbe, heti pár óra. Igen. Ebből nagyon-nagyon nem lehet, hogy csak megér. Az időeltolódás miatt nem érzi, hogy többet dolgozik. De Dani, az nem, az egy másféle időeltolódás, amiről te beszélsz. És ő köszöni szépen, nagyon jól van, és egész évre le van már foglalva, munkája van, tudja jól, hogy holnap után is, meg a jövő hónapban is lesz, miből megélnie, és élvezi az életet Vancouverben, ami álma volt, hogy kijusson, egyébként én is nagyon szeretnék elmenni, ez egy szép hely. Tehát ő elhagyta az országot, és ezt népszerűsíti, vagy most mi? Aztán jön majd vissza, most éppen ott kapott megbízást. Figyelj már, kiforgat, figyelj már. Miért ez az? Már kezdjük, hallod, már kezdjük. Én elhagytam az országot, és hazajöttem, nekem senki nem mondhat semmit. Amint a polgár, figyeled, amikor azt mondták, hogy el kell menni, elmentem. Érte, hogy visszatér. Gyere haza fiatal programba? Igen volt. Nem. De a haveromat nem, igen. Nem voltál már fiatal azért. Azért sajnos sokat voltam kint, túl sokat. Uh-huh. Szóval látják. Fiatal. Oravec Coelho-t látják a nézők, kitettem. Oravec Coelho. Oravec Coelho, gyönyörű. De ő ezt miért kapta meg szegény? Tehát, hogy ő is ez a túláradó virágszíromról szűrcsölöm a úgy indult, típusú. Úgy indult a csaj. Ja, értem. És ha belegondoltok, most a szóba került Tibi atya. Tibi atya hogy indult? Hát valami szerencsétlen vidéki plébánosról túrtak egy 1000 éves fekete-fehér képet, aki látszott, hogy ilyen jó humorú, vagy ilyen kis jó szituált, mosolygós, valószínűleg egy 2-3 isebor már ott figyelt az arc mögött meg a... Miért nincs? Hát a környékben van ilyen klasszikus pap, tehát most nem kell messzire venni. Volt róla egy ilyen nagyon cuki fotó, ami azóta egy stilizált fotó lett, ami azóta egy grafika. Igen, egy grafika, egy jogvédett terméknek az arca lett, akinek saját pábja van, nem legalább három márkája van az Instagramon, meg a Facebookon, amiből él. Nem menjünk ennyire előre, szóba fogjuk hozni. Ja? Szóba fogjuk hozni.
Az internet szenny meghatározása. Kezdjük az alapoknál, mert nem, higgyetek, hogy nem fogjuk tudni megtisztítani az internetet ez alatt a másfél óra alatt, hogyha nem megy szisztematikusan. Nézd meg, 10 évvel ezelőtt Tibi atya az internet szennye volt. Nézd meg! Nem, ez, de, ma egy rajongói felület. Nem, továbbra is szenny. Az internet szennye hát az mindig az ember. Nem. Nem, mindig az ember, aki mögötte van. Tehát, hogy az igazán... Ő a szenny fogyasztója, nem? De várjál, a mögötte van, mint kreátor, vagy mögötte van, mint aki... Hadd mondjak egy hasonlatot, de most tényleg, évek óta lóg nekem egy haverom, szevasz Dani, az egy másik Dani, egy kirándulással a Dark Webre. Dani, hogyha nézed. Igen, igen, akkor... hát ha nézi. A Dark Webre lóg nekem egy kirándulással. Ő az mi? Szaki... Ezt most már mindenki tudja. Az mi? Vagy mi az, vagy pornó oldal? Dark Web, vagy Deep Web. Nem, de egyébként nem jársz messze az igazságtól. Az az érdekes, hogy azt mondják, hogy az az összes tartalom, amit mi hétköznapi fogyasztók látunk, a Facebook beleértve, az Instagram beleértve, mindenféle tartalom beleértve, az az egész jéghegynek a felső 8-10% az a csúcsa. És ugye a legtöbb tartalom a Deep Webben, vagy Dark Webben tartózkodik, a 70-80% a minden létező tartalomnak, ami a világhálón előfordul, ami viszont nem elérhető hagyományos böngészőkkel, hagyományos. És aminek van? Mi az ott értelme? Kérlek szépen emberkereskedelem folyik, drogkereskedelem folyik, ne. Fegyverkereskedelem folyik, illegális tartalmak. Épülnek rajta. Az a törvénye, a terrorhálózatok épülnek igen. rajta. Tehát az igazi baj nem azokból a figurákból van, akit a Facebooknak az országonként helyenként több száz fős manuálisan tartalmat szűrő csapata kiírt a netről. Nem ott van a baj, nem azok fognak terroristákat hozni Párizsba, jó Isten tudja hova, Berlinbe, hanem a Dark Webben szerveződik mindez. És hogy hiába harcol ellene, már elnézést a nagy kékség is, vagy adott esetben az Instagram is, hogy ilyen tartalmak ne kerüljenek ki. A Dark Webben ezek a figurák ugyanúgy szerveződnek. Kizárólag bitcoinnal tudsz rajta fizetni, lenyomozhatatlan, hogy ki a szősz voltál. Mit vettél, hogy vettél drogot, hogy vettél fegyvert, hogy vettél repülőjegyet terroristának, akiről az Interpol is tudja, hogy az, de valahogy a jó édesanyját mégis eljutott egyik országból a másikba. A kiskörösi erdőn keresztül néha például ugye került. Tehát, hogy a baj ez egyébként tehát ott van. És neked az az internet szenny, vagy ez hogy jött így, hogy jön ez így ide? Az internet szennye, az ebből a hasonlatból, hogy a Deep Web és a Dark Web sem létezne, állatias ösztönök nélkül, drogfüggőség nélkül, terrorizmus hajlam nélkül, fanatikusság nélkül nem lenne szükség az összes létező neten lévő tartalom 70-80%-ára a Deep Webben, amit csak egy erre kitalált böngészővel érsz el, meg a jóisten tudja, milyen védelmet kell még telepíteni a gépre. Ez egyébként elérhető, attól te nem vagy bűnöző, hogy mondjuk ezt te megnézed, de amint fizetsz valamiért, például mondjuk mert gombát vettél rajta, akkor onnantól már probléma van. Aha. De nem jogi kategória magában rálépni erre a felületre? Amennyire tudom, nem. Nem? Amennyire ezt nem tudom. Hát gondolom, aki erre a felületre rálép, az úgy lép rá, hogy nem lehet tudni, hogy ő rálépett. Tehát azt, hogy az IP címedet, mert ugye az alapján nyomoznak vissza, eltüntesd, az már... az $2 per hó, megcsinálja neked egy program. Hát jó, de azért a hidemyes.com-nál valami komolyabbat kell villantani. Nem, most igen, nem fogom az elmondani, hogy mit használ. Most valaki nézi, akkor mi Bangladesben beszélgetünk, csak itt tudjátok. Bangladesben. Persze, még azt is lehet hozni. Pillanatok alatt össze lehet hozni egyébként, csak ugye kell hozzá valamilyen fajta védelem, illetve fogalmam sincs, tehát ezért mondom, hogy... Spesco böngésző, nem? Azt mondták, hogy böngésző. Van ez a... Mi a neve annak? Majd rákatint. Nekem volt egy időben, tök lassú. Van egy böngésző, aminek az a neve, tehát így nem lehet megnézni az IP címét. Nem, most akkor a régi Mozilla mielőtt frissítettél. Nem, az én sem tudtam megnézni. Nem, a hagyományosan elérhető böngészőkből nem tudsz erre rátévedni, ahhoz egy olyan speciális böngésző. Mi a neve. De egyébként a technikai részletekben azért nem merüljünk alá, mert nem értünk itt hozzá. Két bölcsészte, meg a jóisten tudja, mit semmi mit vagyok. Na tessék. Nézd egy csomó ember, hogy érti, hogy miről veszünk, és azt mondja, ú, a három. Az a legnagyobb, hogy csomó nem érti. Okay. Tehát az internet szennye az mindig az ember, aki mögötte van, csak ezt akartam az egészet szemléltetni, hogyha nem lennének beteg gondolatok, nem lennének függőségek. Hát meg nem lennék, okay, most ott van mögötte és kreálja, és van egy beteg gondolata, de hogyha nem fogyasztanák, igen, és nem lenne, egymillió követője, akkor nem gyártaná nap, mint nap, egyszer csak elfogyna, és azt mondja, hogy nincs rá szükség. De Ricky Gervais, igen. Angol humorista igen. és filmrendező, azt mondja, hogy a Twitter az nem más, mint egy WC fal, amire szarás közben írkálsz. És hát végül is. És már lehet kiterjeszteni az internet nagy részére. Ha nem mondod ki, hogy Ricky Gervais lett, akkor is tudtam volna, ez olyan ő. Ja. Igen. De nem. És akkor már említettétek, beírtam, hogy a legjobb oldalak, vagy aki is kiadta a top 100 magyar oldalt, 2018-as adat. 65.
napiszar.hu. Hát, már annyira le van csúszva szegények. Tehát a napiszar az soha nem volt. Dolgozni. Tehát a napiszar az soha nem volt egy, hogy magát valami hitelesnek, vagy nem tudom minek elő. Vagy várjál most, miről beszélsz, internet szennye, vagy mire kerestél rá, Dani? Nem, ezek a rendes, korrekt oldalak. Az OTP-t megelőzi, az RTL klubot megelőzi. Van a Pisar. A keresés, a legtöbbet látogatott oldal. Ja, a látogatott, azt nem, hogy a kamu oldalak meg az ilyen... Nem, az összes oldalak közül. Ja. Volt egy jó mozgalma a Napiszarnak, arra emlékeztek? Nem. De volt egy kifejezetten jó mozgalma, hogy egyszer előbb-utóbb felismerte a szerepét, és elkezdte fölvállalni, valószínűleg azért, mert a szerkesztőknek vagy szerkesztőnek ez szívügye volt, állatkínzós videókat töltöttek fel nagyon konkrét céllal. Egész konkrétan, ha idézőjeles vérdíjat tűztek ki a videó készítőinek fejére. Kitették az állatkínzós videót, és kapjátok el a rohadékot felszólítással, dobálták ki, hogy a mocskos. Igen, Azt egy olyan 10-12 éve volt. Ez egyébként egy határozottan szimpatikus kezdeményezés volt, mert ugyan kitette a sokkoló tartalmat, viszont azzal a nagyon konkrét üzenettel, hogy kapd el a mocskot. És egyébként azzal a tudással látom mögött, hogy tudta, hogy brutál nagy közönsége van. Mert akkor a Napiszarnak tényleg brutál nagy közönsége és volt. Akkor innentől feloldozás, a többi szennyvíz. Hát, figyelj, Dani, amikor bekapcsolod a tévét, tehát látod a telefonodon, vagy az újságban, vagy akárhol, hogy 17 óra 30 perckor kezdődik a Rosalinda a TV2-n, és te 17 óra 32-kor bekapcsolod a TV2-t, akkor a TV2 a hibás. Van kapcsolom be. Még a török sorozatok ellen is felszólítottam. Nyugodtan, érezzétek otthon. Nem vigyázzuk a cica. Nyomjatok be egy török sorozatot bármikor. Megy még a Szulajmán? Szerintem nem. Nem, nézem. Attól biztos, hogy vannak sokkal rosszabbak. Előbb-utóbb el kell jutniuk addig, hogy belehal a csatába a jó ég áldja meg. Tehát azt már nem szabad meghamisítani. Mert ez azt nem mondja... az a Szulejmán. Olvastam, hogy ettől lesz a Queen filmnek folytatása. Akkor a siker volt a Bohém Rhapsody, hogy lesz folytatása. Így belegondoltam, hogy az volt az egésznek a csúcspontja, hogy a film biztos, mert mindenki látta, nem aki meg akarta nézni. Én nem láttam. Most ne haragudj, úgy kezdtük az egészet, hogy mikor jöttünk ide útközben. Gyalog értem, mert küldted a képet, hogy van sör, meg Rozi, és eleve összevesztünk, mert ez a szemét félig elszpoilerezte az új Trónok harcát. És most belevág a következőbe. Mondd el a Trónok harcát. Mindegy, aki a... Ne, fogd be. De aki a Bohemian Rhapsody-t még nem látta, Bohemian Rhapsody-t, az most egy fél percre fogja be a fülét. Igen, most fogja be a fülét. Igen. Nyilván, aki a Bohemian Rhapsody-t meg fogja nézni, fogalma sincs róla, hogy Freddie Mercury ugye AIDS-ben halt meg. Igaz? Tehát, ott egy Queen lemez, ott a The Kind of Magic, ott pihen. Az a film egy Kind of Magic. És ugye hát a filmnek az a csúcspont, hogy ez kiderül, meg volt a nagy koncert, akkor utána kiírják, hogy mi történt vele, nyilván ugye életét vesztette ekkor, így és így. És erre bejön a hír, hogy készül a Queen film folytatása. Hogy kezdődik? De mielőtt meghalt mégis, akkor jön egy 2 órás film, vagy ez így... Vagy ez olyan, mint a Titanic 2. Nem, tehát a Titanic 2, igen. Tehát ezt meg lehet csinálni, csak hát miért? Az élet Freddy nélkül, és hogy dolgozta fel a többi? Hát Dani, ugye érezted, hogy ezt nem kell beadni forgatókönyvíró pályázatra? Írd meg, pályázz vele. De okay, megírt a helyet, ez a videó, a ez ott lesz az interneten, amikor ki fog jönni az a film. Te tudod, te mennyi hülye ötletből van film? Írd meg. Na most azért nem mondd el az ötletre, hogy hülye. Még. Figyelj, hányan hallották az ötletet eddig? Jelenleg 14-en vannak. Aha. Egyikük csak megírja meg, Brian. Van rajtunk nyomás. Jani, szevasztok férfiak, úgy érzem, hogy ma valami nagy dolog van kialakulóban. Gyerekek. Most fagytunk meg, tudod, hogy csináltuk valami jót. Jó, legyetek kreatívak. Ja, kösz, meg legyél spontán, nem ez a másik. Ez a klasszikus megbízó, hogy hogy szeretnéd a filmet, vagy a fotózást? Mindegy, csak jó legyen. Akkor itt van az én verzióm. Hát nem, erre gondoltam. Pontosan így, csak vetted ki a netre. Igen. Na, szóval akkor tehát a csúcspont az azt lenne, hogy most el is mondod az új Trónok harca végét. Tehát itt elmondod? Ki... Nem láttam, úgyhogy én is majd... Olvasott egy cikket. Az egész család várja otthon, haza fogok menni, és megnézzük egyet, ígérem. Én azért még rágódnék ezen a WC falon, ahogy az ember ül a WC-be, és ugye elképzelitek, hogy... Azért nehéz, mert Magyarországon a Twitter ugye nem kapta... Én klasszikusan arra gondolok, amit mondok. Tehát nem a Twitterre gondolok, hanem arra, hogy az ember ül a WC-n, és a falra firkál. Ugye otthon nem csinál ilyet. De mindenhol máshol... Ja, Dani, de bocs. Hát légy már őszint, tehát mondd már azt, hogy leülsz a WC-re egy kicsit, tudod, hogy húzamosabb időt nincs a kezedben az okos telefon, mondd már nekem az. Adjék, és majdnem ugyanaz. Köszönöm. Ugyanaz. Nem, csak a pofája nagy, tehát a felesége levágna a tökét. Hát maradj, ma múltkor műsorban felhívta, hogy menjen haza. Ennyi, tessék. Szia, Dia.
Ez idején pont nem olyan szegényként, ő tudja, hogy ha bemegyek és túl sokáig vagyok ott, akkor szétnézi, a telefonja is vele van. Akkor ez még eltart egy darab. Akkor ez valószínűleg bukesz. Bocsánat, tehát a WC falas hasonlát, tehát hogy általában igen. Úgy posztolunk, tehát ez a te elmélet. Nem a, hogy... nem a poszt, a klasszikus régi, hogy ráírkáltak az emberek, hogy hülye vagy, írd ide a neved, szív, meg a ki a, meg az összes, igen, rockzenei idézetek, egyebek voltak így ott, van. Hogy... Nem, hogy... nem azok voltak fönnök. Én arra gondoltam, hogy, hogy jó, hát meg rajz, igen, fallikus nem, szimbólumok. Nem, csak az. Fallikus szimbólumok. Igen, meg az a hisz, hogy négyszög, vagy hogy hihet. Renault-jel. Renault-jel. Adidas-jel, tudod. Kikeresed a telefonodból az ember számát, akit gyűlölsz. És fölírod. És egy közvét. Akkor te csináltál ilyet. Pesti plázán. Nem, de, ja, nem. Nem, de ez egyébként úgy szembe jött. Nem hülyeség. Nem lehet más mögötte, tudod, mint hogy a fiatal, mit tudom én, nyüzöge, kisrác vagyok, és középkorú megtermett maci alkatú férfiaknak kézimunkát vállalok, telefonszámít. Most el tudod képzelni, hogy az a haverod, akit utálsz. A telefonszámát kiküldöd az Arena plázában a WC falára. Hányan fogják fölhívni egy héten belül? Dani, harc vagy, ezt a három mondatot most külön kivágod, és fölteszed kiúbra. Loopolod. A te számoddal, Jani. Jani számában. Ja, azt amúgy is olyan könnyen adja ki, meg nem háklista, igaz? Nem. Intim viszony fűz a telefonomhoz. Utálom, ha... Én azt gondoltam, mikor így végig gondoltam az egész mechanizmust, hogy, igen? Hogy az arctalanság. Már az, hogy... még, az még arctalanság ez? Hát az, hogy nem, amikor az megtörtént, hogy hát ott tollal vésegették az emberek a falra, akkor is azért merték, mert ugye nem látta őket senki a WC-ben. De ma már nagyon-nagyon ritka, hogy is úgy csinálod. Most is az internet, az hasonló. Hogyha mondjuk egy kamu profillal megfikázza mondjuk a te bibliaolvasós akármidet. Szerintem az ember még nem is kapu profival csinálta, tehát még ennyire se fárasztotta magát. Hogy... De értitek, mire, gondol, értitek, mire gondolok, hogy ez a nagy szenny, ugye nincs diszpléjen mondjuk a napi szarnak, meg a többinek az alkotójának az arca, persze. Nem lehet fölhívni a szerkesztőséget, meg egyebek. Annak nincs kultúrája egyébként. És ez valahol a közösségi oldalaknak a rohadt nagy veszély, hogy ezt tényleg nagyon sokan nem tudják kezelni. Tehát, hogy csokolom a média munkát, meg a tartalomkészítést, meg a tartalomnak a továbbfűzítést. Hogy volt az a szakzsargóban? Mr. Recycling Bin, Mr. amikor Recycling újra bin. Hasznosítom azt az anyagot, amit már egyszer megcsináltam, és továbbfűzöm a történetet. Ezt egyébként tanítják. A kommunikációnak vannak szabályai, ami félig meddig egyébként vas törvények. És van egy rakat ember ezelőtt 8-10 évvel, 2009 környéke volt, amikor világszerte elérhetővé vált a Facebook, és onnantól dőlt ránk a szekrény. Hogy egy rakat ember, akinek erről fogalma nem volt a kommunikáció szabályairól, hogy az, amit mondasz, leírsz, megmutatsz magadról, milyen hatást fog kiváltani más emberekből, ezek a hozzá nem értő emberek tökéletesen naívan elkezdték használni a közösség oldalt, és mindent teregettek ki magukra. És írkáltak a WC falra, nem törődve azzal, bocsánat, nem tudván, hogy az WC fal. Amit egyébként a nagy kékség pontosan nem, bocsánat, tudott, az hogy WC ez egy WC fal. Nem, WC fallá fog változni. Így van. Ezt a nagy kékség és a Zuckerberg első stábja pontosan na most azt gondolod, hogy de mondod ki, hogy Facebook, akkor... Hogy? Ha kimondod Facebook, akkor itt rajtunk keresztül meglendül az ő nézettség, vagy biztos, miért nem mondod nem ki, fog, hogy... Biztos, hogy nem fog. Köszönjük és kínai robotok másznak rá. Ja, te hozzászoktál a rádióval, hogy ti nem mondjátok ezt ki. Igen. Mi hozzászoktunk, hogy nem mondunk ki dolgokat. Ja, igen. Tényleg? De egyébként kimondhatsz dolgokat, tehát hogy a média törvény szerint ugye kiadhatsz, hogyha kimondhatsz, hogyha szabályosan jársz, mert nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, de az óra elején, óra végén van ilyen, hogy a műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Ezt a tévében is szoktátok látni. A ez most az, hogy én itt kibontok egy sopranit? Na, most, hogy elmondtam, hogy a műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, már jó, de egyébként úgy kb. Egy órája látható a márkajelzés, úgyhogy ezt fújhatod, öcsém. Tényleg, és akkor mit fogod csinálni velem? Hát nem tudom, keresd meg a sopranit, hogy lassan támogassa a Hooked Live-ot. Különben nem lenne hülyeség tőlük, hogy megkeresnek engem. Igen, mindig ezt hozol. Ezt szeretem. A borsodító ég a gyomrom. Ez neked. Hát ilyen egyszerű. Jó, borsodi meg holnap perel. Szuper. Látod? Miért? Mert, hogy ez is gáz. Átkötés a WC-ről, tudod, WC falról. Ég a gyomrom. Ég a gyomrom, mert írkáltam a WC-t. Ja. De miért most a borsodi? Az... Nem, ez a tragédiája az egésznek, érted, hogy holnap beperel a borsodi, és erről fogalmad nem volt, és ez csak úgy kigurult belőled. Mit fog mondani? De most, hogy harmadszor mondtad el, most már lehet, hogy tényleg be fogja beperel a borsodi. De mit fog mondani, vagy mi? Hogy mi hát azt, hogy te rontottad az ő hitelét, és egy másik márkát emeltél ki vele szemben méltatlanul. Pedig... De ugyanaz a négy cég van a világon, aki birtokolja az összes sörgyártásról, lehet, hogy a borsodi meg a soprani is ugyanaz.
a cég. Aha. Erre mondja az angol, hogy gyerünk, ázd mélyebbre a sírodat, csináld nem csak. Nem az, de a borsodnak meg kell mutatni, hogy szigetelő szalaga van föltolva a falra. A fali szőnyeg nem érdemes perelni, nem tudja kifizetni. Hát, ez egy modern művészeti tárgy. Nem, de szerintetek egyébként... Apám öröksége, öreg anyámtól van. Itt lenne a kislányom, azt mondaná, hogy na, pocska, ezt a jelem az oviba. De ez darts falnak indult csak. Csináld csak. Borsod is sörök dobozokat dobáltam oda, de nem ragadtak fel. Kenj rá valamit. Egy kis főtésztát, mint a Honey Boo-Boo sorozatban. Most bocsánat, na, ha már a szennyről beszélünk. Na. Hajrá. Honey Boo-Boo, tessék, parancsolj. Mama June úgy nézi meg, hogy a zsíros tészta eléggé kellemes a család részére, akik ugye ezt jó tocsogósan szeretik, hogy így földobálja a konyhaszekrényt, és hogyha így szépen egy... Ez mi ez? Így Honey forul előle a tészta, akkor jó, akkor elég zsíros, akkor mehet az asztalra a családnak. Honey Boo Boo kövérék. USA-ban a kövérék egy családnak a valóság sója volt, Honey Boo Boo pedig a kövér kislány. A kislány a legkisebb lány. Aki egyébként királynőként kezelte magát, de szerintem azóta 12 évesen szívromban meghalt szíves zsírosodásban, vagy a jó Isten tudja. Nem tudom, hogy mi lett vele azóta. Tragédia egyébként, hogy egy egész család asszisztált hozzá, hogy egy 6 éves gyerekből a világ előtt hülyét csináljunk. Tehát... Igen, saját gyerekükből hülyét csináltak. Ez az internet szennye. Tehát amikor már a szülő sem ismeri fel, mert nincs meg az eszköze, hogy hogyan és milyen hatást fogok gyakorolni az emberekre, mert nem fogom tudni, hogy engem ezért egy életre, én ezért egy életre tönkrementem, azért, hogy egy kereskedelmi tévé rohadt jól keresen a valóságson, és némi apró pénzt, ami nekem soknak tűnik, adtak nekem. Na, ezek az igazi rohadékok, akik ennek hátterében ilyen eszközöket is felhasználva nem sajnálják, és a Facebook, a közösség oldalak pont ugyanezt csinálják minden egyes emberrel, a rólad kiadott információ, a rólad kiadott kép tartalom, amit te kiteregetsz, mert azt gondolod, jó neked. És ők nem törődnek azzal, hogy mi történik veled ezeknek a hatására, hogy a gondolataidat nem biztos, hogy mindenkinek el kéne mondani. Meg hát ugye ez már egy szintlépés. Pont ezen gondolkodtam, amikor azt beszéltük, hogy internet szennye. Nekem azért így beugrott néhány nem ilyen kamu weboldal, hanem olyan valós weboldal is, ami régen papírformában létezett, meg most is létezik egy csomó papírformában, ilyen kinyitható napilap, meg hasonlók. És pont, ha már tönkrement emberek, 2 vagy 3 héttel ezelőtti hír, ugye újra idegosztalmást kapott Britney Spears, és elvitték. Tehát, hogy... Tényleg? Igen, igen. Most azóta kikerült róla talán egy fotó az Instagramra. Instagramra. Amit a húsvétra talán hazamehetett a gyerekeiz. És itt ad, így látod rajta, hogy az az ember, 30 perc, velünk egy idős kb. 30 perc. Milyen mikorunk beli. Látod rajta, hogy a világát, a szemén látod, hogy a világát nem tudja. Üresebb a tekintete, mint néhány magyar szemben. Nem nevezünk meg, mert perelni fog. Amikor sztár volt, akkor nem volt üres a tekintete. Nem azt látod rajta, hogy az ember tönkre van. Nem azt látod rajta, hogy ez egy roncs. Hát bedarált a és akkor gép. Még nem is volt ilyen, hogy Facebook meg hasonlók, hanem őt egyszerűen csak simán a bulvár sajtót csinálta ki. Mert szórakoztatni kell az ember. Mert le kell fotózni, hogy lepisíl egy katicabogarat, igaz? Meg ahogy villant, amikor kiszáll a Paris Hilton mögül az autóból, azt így le kell fotózni, ki kell tenni cenzúrázatlanul netre, meg hasonlók. Ez is az internet szennye, és ez messze a social media előtt miért volt. Miért kell? Na, ezt akartam én kérdezni, miközben beszéltetek, hogy ti voltatok internet előtt is. Igen. És szerintetek könnyebben nektek... Előtt, hát az... Inkább social media, miért a social media nagyon-nagyon elterjedt lett. Ugye, a Facebook, igen. És csak az a kérdés, hogy mondjuk mennyire tudjuk mi, vagy ti, eldönteni, hogy mi az internet szenny jobban, mint az, aki mondjuk ebben született. De hogy teljesen mást fog annak tartani. Igen. Neki teljesen más fog annak tartani. Tehát ugye a kultusza ugye változik. Egy csomó mindenre fogom én véletlenül azt mondani egy mai 12 évesnek, aki imádja a jóisten, tudja melyik influencert, hogy mi ez a szemét, és nem értem, miért nézett. Mm-hmm. Őszintén szóval már a PewDiePie jelenséget sem tudtam feltétlenül feldolgozni. Én nézni akartam. A PewDiePie-t? Nem bírtam. Igen. Sokáig. Nem lehet, mert hogy egyébként annyiszor elmondtam, bocsánat, a kedvemért meg a kérdésnek nem tudja, mondjátok egy ki az, mert mindig elfelejtem. A legtöbben követett, legtöbbet nézett youtuber. Mindent csinál, vlogtól kezdve. Lényegében ő azzal tört fel, hogy gamerként közvetített a játékait a neten, közben ugye 20 millió követik. Ezt egyébként bármelyik konzolon, vagy bármelyik tudom, csak játékvezión. Kitollott, hogy közvetítetted magad, hogy hogyan reagálsz. Olyan mókásan reagált. Egyébként tényleg egy szimpatikus csávó leülni ebben a csörözni. Intelligens gyerek. Teljesen rendben van, és már azt a jelenséget sem értettem, hogy számodra ez miért izgalmas nézni, hogy valaki játszik órákon át. Tehát, hogy miért nem te játszol? De az nincs meg bennetek a strandon, amikor van az óriás sakk. Óriás sakk, és fecske gatyában Józsi Bájék játszanak egymással, és mindenki körülrája őket, és nézik, ahogy játszanak. Hát fecske gatyában Józsi bácsit pont nem nézni meg óriás sakkozni, de strandon hát más lehet. Amikor üti a makkot. Vagy makba lép. Igen. Ja, mat, bocsánat. Ja.
kicsit matt, nem süt rá a nap annyira. Nagyon jó. Hogy végül szóval is... ott is néztük, ahogy játszanak. Jó, de az egy meccs, tudod, tehát egymás ellen. Igen, itt igen, egy ember igen, játszik. Igen. Csak úgy játszik. Tudod. Jó, hát azért az e-sportok eléggé jönnek az föl. Órákig. Hogy? Az e-sportok jönnek föl. Aha. Tehát a stadion megtölt meg, az, hogy egy Józsika játszik a lelátó ez a gamer jelenség, hát ebből ma meg lehet élni. Tehát ez a PewDiePie, amiről beszéltek, ez ma egy megélhetési forrás, egy hogyne. Hivatalos meló. Te lejössz a streamelet ki a játékodat. Én sem tudtam fölfogni, hogy miért, de aztán a sógorom, aki egyébként egy kicsit jobban benne van ebben a világban, mondjuk nem sokkal, 5-8 éve fiatalabb tőlem kb. Ő elmagyarázta, hogy mert ezt egy csomó ember szeret játszani, és nekik tök jó azt nézni, hogy valaki más ezt csinálja, hogy csinálja, akkor így ellesz ilyen technikákat, és ha belegondolok, nekik ez olyan, mint mondjuk nekünk egy tutorial videó. Mikor valami nem megy, az gyorsan rákeres a YouTube-on, hogy mit tudom én, hogy kell a Adobe Auditionon valami billentyű kombinációt átállítani. Szerinted mi az aránya a hasznos YouTube videóknak, meg a haszontalan... Úristen, ezzel most bekérdeztél. Jó, hát gond... Ezt persze. Meg kellett volna nézzük az összeset. Ja. Nem néztétek? Chuck Norris megnézte az összeset is, nem? Ja, én is azt hallottam. Miközben körbefutotta az egyenlítőt papucsban, úgyhogy közben tarkon rúgta magát. Különben az nem hülyeség. Ugye? Én azt elhiszem. Na látod, de innen jön a kérdés. Innen a kérdés, hogy... Te van valami erős is, mert hogy ez így folytatódik. Én öntök még egyet. Hogy mondjuk, amit elhiszel, igen. Az onnantól nem szenny, nem? Én elhittem attól... a Psy-t is elhittem neki a Gangnam Style. Gangnam Style-t is elhittem, hogy ő ezt halál komolyan, már idézőjelben komolyan gondolta, mint produkciót komolyan gondolta az önmaga paródiáját. Elhittem, de attól még az egy szar testvér. Ez nem volt komoly? És borzasztóan sok. Persze, hát ez saját maga paródiáját csinálta meg egy mókás videót, szeretett volna, sok szexi lányjal, egy egész konkrétan dél-koreai mulatós. Igen. Az egy vírus videó lett. Aha. Igazából. Igen. Tehát az, ami érdekes egyébként a neten, hogyha már itt tartunk, az pont a K-pop jelenség, tehát ez a korean pop videók, amelyek tökéletesen összefüggéstelen, teljesen gicses, idióta, nagyon vegyes nyelvezetű dalocskák, valami nagyon hasonló négynegyedes püféléssel, mint a mulatós. Egyébként a mi négynegyedes mulatósunkhoz nagyon hasonló ritmussal. Azért vették át a japánok és a Kodály módszer. És akkor a szúnyogcsődörök, meg a szexi lányok ott vonaglanak a videóban, és tolják a teljesen összefüggéstelen szövegeket, és valamiért megzabálja a világ, és százmilliók nézik meg a YouTube-on, vagy milliárdok, és onnantól az már kassza. Jó, hát azért, mert gondolom a testvérek, az ázsiai testvérek sokan vannak, és ott egy város megnézi, az onnantól már... Ez ettől rasszizmus, barátom. Nem, azt mondtam, hogy sárgák. Dani, ez szerintem sokkal komolyabb, mint gondolnád. Tehát ezek ilyen patika mérlegen kimért és bevált dolgok. Jó, de hát ők amúgy is olyanok. Hát olyan pontos, fegyelmezett embereket nem látsz máshol. Csak Ázsiában. A szájról pont nem az ilyen pontos fegyelmezett, kimért kis ember jut eszembe. Nem, akik mögötte táncoltak. De és akik mögöttük álltak fegyverekkel. Egy konkrét példa, ez mennyire működik a világban. Ha emlékeztek rá, pont én, aminek beszéltünk róla az utazásunkkor, hogy volt az a giga-mega agyon rommá játszott sláger tavaly talán, a Meghan Trainor-től az All About the Best. Rengeteget játszott a rádió, és a világ is rengeteget játszott. Még egyszer játszottad? Nekem rengeteget az orrom vére. Ti is játszottátok a rádióban? Talán egy évvel korábban készítette el egy koreai lánycsapat. Nem mondod. Nagyjából. Aha. Taktusra, de még majdnem tekerésre is pontosan ugyanazt a dalt. Effektre pontosan ugyanazt a dalt. Na, mihez és az egész világ megzabálta azért, mert egy cuki dundi amerikai kislány elénekelt egyaktak ugyanazt lilába angol nyelven. Ugyanazt. Tehát azt akarod mondani, hogy az angol működik. Nyelv erősebb, mint az ázsiai nyelvek. Hát akkor most ki a promóció és a marketing és a tüttürüttürüttürü. Hát vagy nekik van meg a YouTube tekerőjük. Mert most legyünk őszintén. Mindig így próbálok komolyan beszélni vele, azért mindig próbálok, de... Milyen, ez komoly. Belét szúr, engedni. Hát ti vesztetek össze, miközben ide jöttetek. Mert ez nem szép tőled. Nem spoilereztem el, baszd meg. Na, mi, egy mi? Fél címet mondtam, azt is angolul. Az mi? Egy jelszőt mondtam, nem mondom. Az is. De mi ez a trónok egész harca? Egész nap Jézus, nem találkoztunk. Mi a trónok harca? Egy sorozat, tudom. Most töltsünk még egyet. Addig ne is legalább egy kicsit szóhoz jutok. Én most krissítenék rá a nézettségre. Na? Gyerekek, azért érdekes. Van egy ilyen, hogy bravo, Jani. Köszönöm. No, képzeld el, hogy fölhívtak. Fölhívtak, hogy miért erőlteted a Gábor Janit. Tényleg, miért erőlteted a Gábor Janit? Tényleg, fölhívtak.
Ja, hogy ezzel hívtak fel, hogy mégsem hívtak. Igen, ezzel fölhívtak. Persze, hát fel szoktak hívni emberek engem. Ja, nem, de hogy műsor előtt, ki ez, mi lesz, mit csinálsz? Pont ezért. Ja. És mit mondott, hogy mi a baj a Gábor Janival? Miért nem kell a képje? Nagy képű. Én. Hoppá. Ráfér a monitorra? Akkor annyira mégse. Nem. Nem vagy az. Összetörtél, bazd meg. Szerintem tök jó, hogyha ilyet mondanak az emberről. Azért hoztam, mert nem azért, hogy megbántsalak vele. Látszik, hogy én tök örülnék neki, hogyha azt mondanák rólam, hogyha nagy kép, hogy nagy képű vagyok. Igazából, ja, hallottam én már ezt rólad is. Tényleg? Na, tess, ugye Nem. Én most elmegyek. Érdemes volt ezt kitalálni. Van egy pont, ami után egyébként nem szórakoztató ezt hallani. Tehát, hogy miért már hallottad mástól is? Persze. Tehát, hogy 20 éve rádiózik szerinted. Hogy ez van. És mikor kezdtél nagy képű lenni? Mit tudom én? Nem vagyok nagyképű, tehát hogy egyébként ebben az az érdekes, meg azért furcsálom ezt a fajta hozzáállást, mert hogy ember nincs még egy, aki kritikusabb velem szemben, mint én. Tehát hogy a legtöbbet én bántom magam azért, amit csinálok, a legtöbbet én vagyok elégedetlen magammal. A nagyképű embernek a sajátja az, hogy rohadtul büszke arra, amit csinál, és én állandóan csak a hibát látom. Akkor most legyen egy ilyen őszinte vallomás, úgyhogy bocsi, szó sincs erről. És ez... Jó, akkor szerintem van is ide egy internet idézetem, hogyha már léleknél tartunk. Hol lesz Coelho? Mondtam, tippeljetek, hogy kitől fogok idézni. Coelho. De akkor felolvasom, és akkor hátra abban megtudom. Hajrá. Hogy bejösszkedett, figyeld? Nagyon nehéz. Nehéz olvasni. Mindig lesznek olyanok, akik bár... Tényleg nehéz. Nem tudok olvasni. Nehéz mondani. Nem, ugye eszembe jutott, hogy nagy képű vagy. Szóval mindig lesznek olyanok, akik bármit teszel, akkor is szeretnek, és olyanok is, akik bármit teszel, akkor sem szeretnek. Oravec Nóra vagy? Vagy egy K-pop dalból idéztél, vagy... Vagy ez egy Jani, új... Az a lényeg, hogy szeretni fognak. Mi? Életből mindig lesznek olyanok, akik bármit teszel, akkor is szeretnek. És olyanok is, akik bármit teszel, akkor sem szeretnek. Mit mondott a Kata? Napiremény.hu. Na? Jaj, de jó. Melyik? Nem. Jaj, igen. Szabó Péter. Ők mi? Őt szerintem ismernünk kéne. Szabó Péter egy személyes egyházzá. Duzzasztotta a jelmondatát. Azt mondja, hogy ilyeneket tele van a Facebook, tehát ezeket már nem jegyezzük. Van egy egyháza? De ezt csak én mondtam. Hát ja. Ő egy ilyen motivátor. És előadásokat tart. Üdvözlünk a Pétert. Nem tudom, hányan követik. Nézd, most ezt elmondtad, megmentette a Jani lelkét, látod? Ugye? Igen, tehát pontosan ugyanúgy könnyeztem meg, mint az alkonyatot, tudod? Azt mondja, hogy beszélünk egy másik filmben, és annak is ez spoiler. Mint az, hogy nagyképű vagy. Nem, jó, hagyjuk, elengedem én, ezzel akartalak fölépíteni, mert arra vagyok én kíváncsi, nem, mikor megjelenik egy ilyen... Hallottam már, tök mindegy. Tényleg? Nem, persze. Nem gondoltam, hogy ennyire vesére érkezek. Ja, nem vesére érkezel egyébként, hogy... Már hogy ennyiszer, hogy ez így... Nem, meg vagyok benne kérgesedve, szimplán nem igaz. Hihetetlen. Dani, akinek ez rosszul esik, az minden egyes alkalommal fáj, hiába hallott tizedszer. Tizedszer is szarul esik. Van, akiről első után is lepereg. Ő speciál pont olyan, akiről nem. Nem, bocs, nem akartam kipofázni. Benne van valahol, tehát hogy az embernek az ember iránt ellenséges érzelmeket is táplálnak, hogyha az azzal jár, hogyha ilyen munkát vállal, mint most én vállaltam, van, aki emiatt nem szeret, van, aki dolgai miatt nekem esik, hát na bum. De bármikor lehet vitatkozni, tehát hogy ilyen nem idézőjelesen, tehát verbálisan. Aha. Ez nem baj, tehát hogy ez valahol ezzel jár, ilyen vitákat egyébként, meg ilyen harcokat meg kell vívni, és kész. Az nem szembesül ezzel, akinek nem olyan a munkája, hogy sok emberhez beszél naponta, hát, vagy transzparensek vagytok még akkor is, ha elsétál valaki, akkor is lát, bemész, és benéz az ablakon, hogy ott van, és nem pont rám nézett, mikor arra megyek, nem? Aha. És miért nem köszönt? Hát, mert szerintem éppen... nagyképű vagyok, és nem is méltat arra, hogy köszönjön nekem, mert szerintem nagyképű vagyok, de ő nem méltat arra, hogy köszönjön. Mindig lesznek olyanok, akik bármit teszel. Jaj, én nekem az az érdekes, hogy megjelenik egy ilyen idézet az interneten Szabó Pétertől. Én megfettem, bármely... mint a Windows, hiába nézel rám, kivakusztad az agyam, igen. Hogy akkor elolvasom. És mi a mechanizmus? Tehát elolvasom ezt a
Az, hogy jobb klik követés leállítása, jobb klik unlike, vagy tököm tudja, hát... Vajon ez azt jelenti, arra gondoltatok, hogy unlike-olod Peter-t? Nem, egyébként nem unlike-olok valakit, aki ezt megosztja. Mert nem is like-olod. Mert nem is like-olom, egy, kettő, meg... Hát most mit tudom, már tényleg erre van egy ilyen tök kultúrát megoldás szerintem, például pont a Facebookon, ez pedig az unfollow, tehát hogy nem kell valakit követni, akinek egy fáraszt az idővonal, és ilyenekkel. Tehát rengeteg van egyébként. Nem tudom megfejteni, de ez tök érdekes. Ennek a jelenségnek a pszichológiáját nem tudom megfejteni. Erre lennék kíváncsi. Srácok, de nem émeítő. Tehát, hogy engem azért ja, neked az igen, de emberek tömege rá van gyógyulva, de érted? Mi a fejed kap ettől? Tehát most megkönnyez tényleg egy ilyen közhelyet? De nem az, hanem engem az, oké, meg is könnyezheti. Csak hogy elolvasok egy ilyet reggel, és akkor utána meg fogok változni. Tényleg van erre egy teóriám, én nekem ez egy kicsit olyan, mint a horoszkóp. Tehát, hogy egy igazán profi horoszkópíró nem tud olyan horoszkópot írni, ami nem jön be. Tudod, ez a kedves, mit tudom én, mondjátok, mi a csillagjegyet? Bika. Kedves Bika, önnek ma szép napja lesz, bár lehet, hogy nehézségekkel tarkított, de végül minden meg fog küzdeni, csak ki kell tartania. Szép napot. Öcsém, pont ilyen napon volt. Tényleg? Nem, tehát ezt minden nyomorult napra el tudod mondani. Mindenre. És reggel meghallgatod, szép napom lesz, nehéz lesz, de a vége jó lesz. És... Ez is lehet az internet szennye? Hozzá lehet tenni, hogy általában a szerkesztőségekben, hogy néz ki a horoszkóp? Tehát ott, ahol mondjuk nagyon egyedi horoszkópot szeretnének, és nem ellopják kapásból valahonnan? Akkor? A 12 jegyet. A gyakornok írja. Aha. Hát ez a belépő feladat. Tehát nagyjából így kútfőből a Vöri dobott egy olyan horoszkópot, ami simán a napon. Esküldj a koronakáfékban, nem ezt olvassuk, ezt most azonnal mondjuk. Ja, nem ott ilyen... Nektek van? Van. De az azért teljesen hiteles. Nem viccelj, elkezdtük kihagyni, tüntetés volt. Igen? Persze, jöttek egymás után a telefonok, hogy hol a horoszkóp. Elengedem, de ezt földobtad. Nem, hát utána egy dolgot... Földobtad ezt a mondatot. Egy dolgot tudtunk tenni. Nem volt horoszkóp, nagyképű vagy. Micsoda? Levetted a horoszkópot, mert nagyképű volt. Nem én, ez egy szerkesztőségi döntés volt. Ne foglalkozz vele, mindig lesznek olyanok, akik irigylek lesznek a sikereidre. Igen. Ezért megpróbálnak téged meg. Lehet, hogy én ezt csak kitaláltam, hogy engem fölhívtak, nem? Nem találtad, kiláttam a szemeden. Nem olyan van, nem olyan. Minden. Nem olyan a szemem, mi? Le van nem, két másfél sörm a szememben van. Nem baj, legközelebb nem hívsz fel. Ez ilyen. Hát már elhívtalak Mácsotszorra. Tényleg, mi duplázunk, ez egy tök nagy dolog. Ugye? Ja. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük. De a telefonáló nem akarja, hogy többször elhívjuk, úgyhogy meg mérlegelsz. Miért? De van valami... Hogy elveszítek a 13 nézőből egyet? Nem, a több ezer letöltődből veszítesz el egy arányt, az fog fájni, testvérem. Majd akkor szólok a keresztanyámnak is, hogy ő is nézze meg. Tulajdonképpen nem, nincs egy kettős érzelmed annak kapcsán, mint hogy most az internet szennyéről beszélgetünk, és pellengére állítottuk az összes közösségi oldalt, aminek köszönhetően nézhető ez az a műsor. Csak, nem csak a műsor, hanem az én egész tevékenységem az YouTube-nak meg Facebook-nak köszönhető. Senkihez soha nem jutna el, hogy a Tóth Dani csinálgatja a kis videóit. De igen, hogyha csinálunk róla egy riportot, hogy folyamatban van a Budapest Pretty Cool projektnek a készítése. Hát az igen, az szépen volt. Szépen belinkelünk, megosztunk. Az volt. Hát milyen, igen, nyaliznom kellene az újságíróknak, hogy legyen valami, mert akkor nem lenne más nem, csatorna, arról azért beszéltünk, mert akkor aztán vagy valami kisebb díjat kaptál, vagy pedig valahol vetített. Berlinben volt egy film. Volt egy vetítésed, így van. Hát bocs, azt ki kell érdemelni, nem vetítenek le minden szart egy moziba. Egy ilyen kisebb fesztiválon. Szerintem csak nem volt nekik elég filmjük. Szerintem meg az egy marha jó projekt. Tőled is lenyomták a nevezési díjat, vagy nem? Kaptam pénzt. Kaptam vetítési díjat, értem. Neked fizettek érte? Vetítési díjat, szóval valami 100 eurót, vagy valamiért kaptam. Úristen, hogy hívták? Galactic Jackson. Balla Zoltán, Galactic Jackson, és a Vodafone reklámban szerepel egy ilyen szintis csávó. Mindig ő az? Lajos Mizei srác. Ezért kérted, hogy ne tegyem a laptopod mellé, igaz? Vöri elmehetni nővérkének, olyan jó borogatsz van. Most ott de az a szerencsé, hogy lezárt üveget borítottam fel, pedig a poharamat. Egész eddig ettől én féltem, hogy én fogom megcsinálni, mert hajlamos vagyok rá, de így vállalj Istennek. Tudod mit? Erre nyissunk még egyet. Azt, hogy leborított te is. Nagyon szép volt. De valaki borított egyet onnan az egyik videódba. Össze is tört a Német Józsi, összetört a poharat. Ja, Józska, és előtte igen, 15 igen, perccel igen. Azt mondta, hogy nála törték a poharakat a határcsárdába, és mennyire ki volt akadva. Felborított, és összetört. És ugye laza kézmozdott a durrel a pohár, így hallottad, így csat.
De na, az is egy tök jó stream volt. Nem, egyébként azok ugye egyszerűbb harcok, amikor csak néhány emberrel találkozol. Egyébként ez is valamennyire a feldobott témához vág, hogy belegondolsz. Tehát az, hogy a határcsárdában Józsinál annól a pályáját kezdte, és aztán lett ebből Venezdíjas mesterszakács és elismert szaktekintély gasztronómiában itthon. Hogy például, tehát hogy volt néhány bunkó a csárdában, ahol nála berúgott, csak három hülyét kellett kezelni. Képzeld el, amikor valamilyen fajta állítást kiteszel ugyanúgy közösségi médiában, vagy kiteregeted magadat, ha már internet szennye, és aztán utána elindul valamilyen áradat, és 32-en próbálnak meg darabokra cincelni a véleményedért, mert ők egy kicsit másképp gondolják, hogy... De szerintem ez nekünk csak probléma, mivel hogy mi rosszul fogalmaztam, hogy voltunk internet előtt, voltunk social media előtt is, és mi ezt így úgy képzeljük, ezt az egész social médiát, mint hogyha tényleg real emberekkel nyomnánk ezt a dolgot. Igen. A mai gyerekek az, hogy kiköveti, meg mellé lájkol, meg feketét küld rá, meg akármi, kész, megvonja a vállát. Megvonja a vállát. Pont ezt mondja, Dani, hogy amíg annak idején mondjuk a suliba, hogyha az osztályban tetszett egy csaj, és mondjuk mit én, úgy nézed rád, mint egy darab szarra, és azt neked, azt mit tudom én, egy hétig rosszul esett, hogy az a csaj hogy nézett rám, és miért. Addig, hogyha a Facebookon diszlájkolja az egyik képeret, akkor görgetsz egyet. Azt nem érdekel, ez pont ennyi volt. Jó, de hogyha 32 barátnője rászabadul a netes vallomásodra, meg küldte neki egy koelhót, akkor viszont öngyilkosságba lehet kergetni. Úgy. Ennek a bullyingnak, a netes meg a social bullyingnak nagyon komoly problémáit vették fel már az elmúlt pár években. Emlékezzetek csak rá, és akkor egy kicsit szakmába is vág, hogy még Lady Gaga-nak volt egy ilyen volt egy mozgalma, amit igen. A bullying ellen hirdetett, mert hogy mint kiderült az egyik rajongóját, azért mert meleg, vagy balettozott a srác, vagy jó Isten. Egy nagyon fiatal meleg kis srác volt. És kinyírta magát. És öngyilkosa, talán 12 éves volt a srác, és neki írta a Born This Way albumon a Hair című számot. Ahhoz volt szerencsém, volt egy ilyen rádiós díjátadó, és azt néztem livestreamben, és pont fölépett fel a Lady Gaga, most is kirázlélek, hogy ki volt vetítve a kis srácnak a képe, nyilván meg volt hozzá megfelelő üzenet, megszólalt a dal úgy, ahogy meg kellett szólalnia, és igen, az arról szólt, az volt a kampánynak a lényege, talán ez a Hair volt a kampánynak is a dala, mert hogy arról szólt a dal, ha jól emlékszem, hogy amikor pici volt, akkor ő nagyon szeretett volna hosszú hajat, ilyen nagyon királylányos hosszát, és ugye anyja fogta, és így legyapálta neki, mert hogy azt mit, és sokat kell mosni, meg macerás, meg minden, és ugye ebből az I Am My Hair-ből indult ki ez az egész. De akkor az régrebről volt, mint az interneten elkezdték őt fikázni, sztori, tehát az édesanyjával már. Nem, hát maga a párhuzam, tehát hogy... Nem, tetszik, amit felvetett, Dani, mert hogy valószínűleg ennek volt valamilyen előzménye. Minden ilyennek van előzménye. Most figyelj, egy 12 éves srácot fikáztak a neten, és szegény azért öngyilkos lett. Borzasztó, de hát ha belegondoltok, most őszintén tegyétek rá a kezeteket, melyikőtök nem érezte azt, amikor elment mondjuk, mit én, átsuliba, mert mondjuk ott vagy ilyen 14 éves korodig, amíg rohadt érzékeny vagy arra, hogy mit mondanak neked, hogy fejlődik a személyiséged, hogy fogadnak be a kortársaid, hasonlók, hogy egyszer csak szarul érzed ott magad. Mert nem jó oda menni, mert nem úgy szólnak hozzád, meg mit tudom én. Az ugyanolyan, mint az internetes bullying. Amikor mondjuk... De mi a szó? Csak régen ezt mondjuk kiközösítésnek hívták. Hát, nem fikázásot teszem, de nem nagyon az. Szorosan véve ugye ez a terrorizálás, ez a csesztetés az a legjobb szó. Tudod, amikor bemész te is elsős gimis vagy, és dohányoznál a WC-ben, és akkor oda megy hozzád a srác, hogy számod meg a csempéket. Igen. Én soha életem nem gyújtottam rá, de ott álltam a WC-ben minden születben a dohányosokkal. Aha. Csak hogy közéig tartozok. Aha. Hát lehet, hogy ennek lesz egy bőtje 20 év múlva. Nekem már rég. Járjál már rég. A szűrőre, vagy hasonlók. Nem nagyon kiméletlen tud ez, amit látszik, hogy emberekre. A bullying szóban benne van, hogy az tényleges bántalmazás. Mm? Tehát, hogy az a szó magába hordozza, hogy több esetben tényleges bántalmazással jár együtt. Tehát akkor van felelősség az internet. Bezárom a szekrényében. Az internet szennynek. Van. Nem is kevés felelőssége van az internet szennyének. Ne viccelj, amikor arról beszélünk, hogy nagyon persze. Nehéz bebizonyítanod egyáltalán azt, szedd fel a bort. Feltűnés nélkül próbáltam csinálni, de köszönj, hogy most fölhívtad rá. Most mondom, a Huber Jani lehet, hogy még nézi mindig, mert ő kommentelte a dolgot, hogy Janikám, elfogyott a borod. Tehát venni hát kellett. Mi az? Milyen bor? Janit idegesítjük, hogyha bereklámozunk. Yeah. Te döntöd el. Ne mondd már meg neki. A Föri megmondja, hogyha... Jani, jobban örülnék, hogyha itt a terozéd lenne.
Így van. Jó volt? Még emlékszem, tehát, hogy annak mondottam. Is nagyon örültem, hogy Huber Janit viszont lehetett látni a streamben. Igen, mert, hogy mert hogy ő egyébként veszett jobb borász, és néha, te tudod, ez a szenvedélyes borász, aki például az internetet arra használja, mire való. Igen, meg igen. Így van. Milyen jó. Hogy ezt is mert ha fikáról beszélünk, meg... szarról beszélünk, akkor beszélünk arra is, hogy tehát, valaki lehet ezt jól csinálni. Szakember, üzletember. Fél pillanat, muszáj lezárnom azt a gondolatot, hogy a bullyingnál, hogy az a probléma azzal, hogy ezzel nincs egy rendes jogi kategóriája a dolognak, tehát hogy a zaklatás fogalma, mint olyan, az eleve mondjuk egy nehezen bizonyítható folyamat. Igen. Tehát igen. Az, hogy a rendőrség partner abban, hogy a hagyományos módszerekkel, hogy téged telefonon hívogatnak kéretlenül, követnek az utcán, vagy a jóisten tudja, és akkor van ennek még 64 változata. Gyerekek, ez számra megvan írva, hogyha mondjuk hasamra ütöttem, nem tudom, hogy így van-e, napi 50 SMS-nél többet küld, akkor az számít zaklatásnak. Igen. 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 És hogy mire a törvények utolérik, az internetes jelenségeket, az internetes szenny jelenségét, az internetes bullying jelenségét, addig hány ember fog ebbe tönkre menni, lelkileg megrokkanni, öngyilkosságba menekülni, mint például ez a Lady Gaga rajongós rác, akiről az előbb beszélt Vöri. Tehát, hogy hány ilyen fog megtörténni, mire erre rendes szabályozás van? És ott vannak ezek a figurák, akik saját magukra kérik a szabályozást, a Mark Zuckerbergtől az Elon Muskon át, hogy gyerekek, a mesterséges intelligenciára, algoritmusokra, robotokra, alkossatok szabályokat, mert baj van. Késünk, kezükben van a technológia, és tudják, hogy gáz van. És akkor ott mókolunk, meg a kongresszus. Meg jó, legyünk azért igazságosak ezen a ponton. Arra, hogyha már az internet minőségi felhasználása és mondjuk Huber Jani példája szóba került, az ellenpéldák is nagyon fontosak. Tehát, hogy egy bullying jelenségre fölhívd a figyelmet, az ellen kampányt indíts, megszólítsd azokat, akik ennek a mondjuk potenciális elszenvedői, arra is tökéletes ez a felület, sem szabad elfelejteni. Kiről azt is van, amelyik ilyen nagyon főkapott kis korszerű popdiváról, vagy nem? Korszerű popdivá. Igen, ez milyen jó? Ennek is van egy sztoria, de ezt majd elmondjuk. Van ez izé? Igen, korszerű popdiva. Szívesen, azt imádottam volna neked. Ez is köze van a Péter Fiborinak. De ő csinálta azt, hogy egy nagyon-nagyon nagy világsztár, hogy ő így random ráír a Twitter rajongóira. Egy random ráír a Twitter rajongóira, hogy szia, mit én, tök köszi, aranyos vagy, mit én, gyere szerepelj a következő klipembe, statisztálj. Uh-huh. Tehát, hogy ez a másik fele, amikor... De hát ez új. Tehát majd most ez... már, hogy így én focistákon látom, tudom, amikor beszalad a rajongó, és akkor jönnek a videók, hogy a Cristiano Ronaldo szólt a biztonsági öröknek, hogy engedjék oda, és megölelik. Igen, így nagyon van. Szép most... nagyon szép ilyenfogás. Hát pont ezt néztem, volt egy ilyen valami... párom rászabadult valami házfelújító műsorra, és így az a lényeg... Sokba fog ez kerülni neked. Az a lényeg, hogy effektíve fölrobbantották, legyakták a picsába azt a házat, amiben lakott a család, mert valami uránbánya, vagy nem tudom mi alatt lakott, mindegy sugárzott, veszélyes volt, hasonlók, el kellett az egészet takarítani a francba, műsort csináltak belőle, szóval nagy dínomdáromra fölrobbantják a házat, addig a családnak mindenféle programot, wellness-t, hasonlókat csinálnak, és aztán újraépítik a házat, és megmutatják nekik. És míg ez történt, míg programot csináltak nekik, a kisrác Beckham rajongó volt, a legkisebb gyerek, de mindenfelé poszter, meg focilabda, meg hasonló, és így, tudod, ezzel látod, hogy kimondod az ember nevét, és így elcsordul egy könycsel. Igen, a Beckham tudta. Focizott is a kis sávó, de nem csak egy rajongó, focizott is. Összehoztak neki egy rajongót a Beckham, egy rajongói találkozott a Beckhammel. Ez volt a nagy sztori. Azt akartam mondani, hogy ez jó kis sztori volt, érted? Egyébként... A zárásnak jó lett volna, csak még nem tartunk. De egyébként gyerekek, míg élek nem fogom elfejteni a kisrácnak a fejét. Amikor ezt felvették, hogy megjelent az ember, megnézhette a meccset is, tehát ő látta, hogy ott van, meg minden. Nem, ezek nagyon szép pillanatok. Tehát, hogy lásd, egyébként jó küldetésre is lehet használni ezt a felületet. Igen. És ne haragudj, de ezért bosszant föl, de valami irgalmatlanul, amikor arról beszélünk, hogy Dark Web, meg a többiről, ami a beszélgetés elején került szóba, aki most csatlakozott, majd töltsétek le, mert egyébként az tanulságos volt, hogy igazából az emberi ösztönök, azok a furcsa, bizarr elfajzások, amik a fejünkben, lelkünkben, társadalmilag vannak, és amire kapunk, hogy kukkolunk, hogy kipróbálunk dolgokat, hogy élünk az internet hatalmával, és mocskos dolgokat nézünk, meg ilyenekhez akarunk hozzáférni, hogy ezzel ellentétben ott vannak mondjuk adott esetben sportolók, színészek, énekesek, a felhozott példák, hogy mozgalmakat indítanak, uh-huh. hogy egy hashtag Time's Up,
Igen. Hát, hogy mekkora hatása van. Most így a MeToo-t azt hagyjuk, mert már mindenféle értelmet adtak neki. Jó, de amikor elindult, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt, és nagyon úttörő volt az is. Hogy lehet ezt jó dologra használni, csak a jóisten bemáll végre, tehát hogy azok legyenek hangosabbak, akik ezt a megfelelő célra használják, és jó társadalmi üzeneteket dobnak. Egyébként, ha belegondoltok, srácok, amit a Jani hozott példáknak, kukkolás, hasonlók. Én még azt mondom, hogy ha valakinek ilyen perverziói vannak, akkor inkább menjen föl arra pornóra, és keresse ki a kukkoló kategóriát, és nézze meg ott is, élje ki azon a perverziót, ami e célra készül. Mert az a lány, aki jobb esetben, aki odáll a kamera elé, bevállalja azt a videót, tudja, hogy az meg fog jelenni, az ennek a tudatában van, hogy ezt megcsinálta, pénzt kap érte, aztán majd jobb esetben ő elfelejti, hogy ez megtörtént, a net sajnos és nem. De az a kukkoló inkább ott nézze, mint a szomszédot nézze, vagy amit én, vagy a tesómat nézze, vagy az unokatesómat nézze, vagy a nem tudom kit nézze a lakásában. Ez nem? Mint amikor Németországban a prostitúcióhoz szervezett, és mondjuk egy lakótelepnyi helyen van, Frankfurtban, nem hallottam, így. A hely. És mesélte valakinek az ismerőse, aki azt mondta, hogy látott ilyet. Hamburgban az utca, ott egy ilyen filmes projektem. Ez a Hamburg pretty cool volt? A volt barátnőmmel mentünk el oda. Megmutatta nekem hamburgot. Ettünk egy hamburgert. Mennyiért volt a barátnőd? Képzeld el, hogy... 100 euróért óránként. Képzeld el, hogy nagyon lényegesen többet keresett, mint én, és nem egy kellemes szitu. De mivel volt. Keresett lényegesen? Azt mondta, hogy pénzügyi tanácsadó. Mert hát végül is azt mondja, hogy az all-in-ér 300 euró jobban megéri, mint a pénzügyi csak kommunikázásért egy százas, akkor pénzügyi tanácsadó. Pénzügyi befektető volt. Befektetési tanácsokat adott. Világos minden, mint adott. Hát szépen felhoztam az ázsiómat. Szép szóvirágok. Egyébként elnézést kérünk az Exettől, nyilván minden rendben volt, csak ne haragudj, de hát... Német, úgy nem nézi, tehát már itt voltatunk róla. Azért választottam. Milyen korrektex, nem? Tehát minden csak ilyet kíván magának. Német nézheti. Német nézheti, ahogy fejti. Nem, tessék jó küldetésekre használni, tessék jó tartalmakra használni. Egyébként talán nagyjából az lenne a tanulsága annak, amiről beszélgettünk, meg még 82 féle dolog van. Mi a vélemény a kihívásokra eszembe jutott? Ez volt az Ice Bucket Challenge, ami a... Önmutogató hülyeség. Mi van, azt mondom, a világ baromsága. Mi van, azt mondom, hogy túltoljuk. Az Ice Bucket Challenge-re túltoljuk. De a Détót Kriszta évek óta indít challenge-eket a saját oldalán, egy éves challenge-eket, 365 napig tartott challenge-eket, egyébként neki is egy nagy torna. Volt a 365 nap smink nélkül challenge. Minden nap az ébre gyűrött béka fejét szegényke, amikor éppen olyan volt, szándékosan úgy fotózta egyébként. Minden nap kitette. Egy 365 nap no makeup challenge, marha jó üzenete volt szerintem. Ha belegondoltok, jó üzenete volt. És ez indított egy 365 nap haiku challenge-et. Micsoda? Minden nap írt egy haikut. Az micsoda? Az egy ilyen pársoros japán versforma. Pársoros japán versforma, megvan, hogy egy sor, második sor, harmadik sor, ez hány olyan, szótakból hogy... kell, hogy álljon. Rövid üzenet csattanóval a végén. Igen. Meg talán a szabályom is megvan, hogy mihány szótak. De ezt mondom, mindegyiknek megvan a szótak száma. Aztán, hogy 5-7-5, talán így van, hogy 5-7-5. És minden nap küldött egyet. De ha volt fesztiválon volt tudósítani, de ahol találkoztunk vele, akkor a volt fesztiválról írt egy haikut. Ha éppen valami fölcseszte otthon, akkor arról írt egy haikut. És ezt csinált a 365 napon. Az utolsó haikuja annyira viszont az volt, hogy hú, hogy is volt? Nekem itt van. Nem tört. Pont van. Kit is tettem. Na, mit tettél ki? Az utolsó haikuját? Mi rohadtul nem látjuk. Mit tettél ki? Olvastad az utolsó haikuját? Az emberek, akik a hegy csúcsán vannak, nem az égből pontjadnak oda. Istenem. Én is megkeresem, ez... jó? Na, ez most, várjál, ez a Détot Kriszta oldalán volt. Kőkemény szivatás, ne viccelj már. Ez a Détot Kriszta oldalán volt? Nem, ez egy Szabó Péter, de ugyanaz, Most egy haikunak hívod, akkor elélvezünk tőle, vagy mi? Egy világon a haiku az egy nagyon-nagyon-nagyon régi forma, már régen az tényleg az internet előtt létezett. Persze, az internet előtt semmi nem volt. Nem hiszem el. Semmi különös. Eltelt egy év, és írtam néhány haikut. Ezzel köszönt el. És szótagszármas tímmel. A művészet egyébként a művészetben az, hogy tudod tartani a szabályokat, semmi extra.
Igen. De egy jópofa forma is, hogy igazából az a bravúros például a haiku formában is, hogy minél rövidebben tudsz valamilyen tartalmasat megfogalmazni, annál faszább a dolog. És az utolsó sor általában csattanó, mint az régen ezt epigrammának hívták. Úgy, már akkor tudom. Menő, amikor epigrammának hívták, és Janus Pannonius írta. Egy a Détot Kriszteri, akkor nem menő? Na. Nem, mert mióta van net haikunak hívjuk, mert ez trendy. Nem, azért abban a formában írott csezmek, hát szabályai vannak. Persze. Egy gondolatom erről a stagnélkülés dologról amúgy. Most egy anti-insta challenge-et indítod gyorsan mondani. Miért? Anti-insta challenge. Mi? Kilépett az Instáról? A világon minden tökéletes. A virtuális világon minden tökéletes. Mindannyian ezt tökéletesek mondta? Vagyunk. Hát nem, hát nézd meg. Tehát ott szép, hogy jó a hajad, ott mit jó a ruhád, ott mit izmos, hogy feszítesz, mint a disznó. És minden nap félképez valami tökéletlent a világból. Egy beszakadt köröm. Aha. Egy mit tudom én, egy eltört vízcsap, egy nem tudom mi. Na mondjuk ez rohadt jó. Meg. Lehet, hogy a haikúból jött ez neki, nem? Olyan. Aj, de neked ez nagyon nem jött át, látom, neked ez nagyon nem jött át. Felejtsd el, japán versmán messze vannak, ők se értenek minket, mi se őket, hagyd a francba az egészet. Az a tanulságos egyébként. Még a szemük se állja. A zsebrasszista öcsém, tehát látod? Ez már tényleg kezd rasszista lenni. Most miért? Hallott, percek óta küzdködök, hogy megmentselek ettől, de te így vissza. Nem, nagyon-nagyon-nagyon akarja ezt. Jani, próbáld lebeszélni, gyerünk. Rádiós vagy, meg tudod csinálni. Ászennek tartom néhány ilyen kezdeményezés. Most a Krisztaféle és mindenkül ez egy rohadt jó ötlet. Szerintem is. Az egy egészséges ötlet. Ami viszont egy egészségtelen ötletnek tartottam, és borzasztóan Ászennek is éveken át zajlott, ez a nagyon telt modellek fotózása. Ahol az évekig tartott. Nagyon nagyok voltak. De már, nem, az csak valami cégnek volt a kampánya. Nem, plus size modellek, de attól a cégtől rengeteg ember nyúlta utána le. Ja, hogy lenyúlták többen, igen. De a kezdeményezés eredeti volt? A kezdeményezés eredeti volt, csak hogy ott egyébként ugye látványosan túlsúlyos hölgyeket fotóztak fehérneműben, ami nem baj, mert egyébként ők tényleg bájosak, meg bárki szépen. Bárki szeretne, jöjjön el nálam fotózás. Ingyenes fotózás plusz most ajánlott a fel akciós. Egy baj van ezzel, hogy ez borzasztóan álszent, mert hogyha megkérdezel egy nőt, hogy kit akar szívesebben látni félmeztelenül, Csúlya Imrét vagy Nagy Ervint, akkor hát ő ki a francot fog mondani, és akkor utána jönnek, hogy mert hogy neked nem tetszik a telt modell, meg a nagy darab modell a képeken, hogy anyukám, te se azt a pasit fogod megnézni, hanem a Don Józsit, a női magazinnak a jóisten tudja, hanyadik oldalán, meg a plakáton. Hagyjuk már! Ez egy teljesen álszent dolog, arról nem is beszélve, hogy népszerűsíti abból a szempontból a túlsúlyt, meg a kövérséget, ami egyébként 82 féle kérdezetek meg egy kardiológust, megbetegedést okoz és rövidíti az életet, amit nem kellene, mert én így is szép vagyok, ezért maradhat rajtam 30 kiló plusz. Nem jó az üzenet. Nem jó az üzenet, és hibázik, a dolog. Ez így ingadozik, mert most kapaszkodj be a mikrofonba, de pont tegnap olvastam, hogy valamilyen Victoria's Secret modell, egy darab. Egy Victoria's Secret modell. Azt, hogy előttetek van, hogy ott milyen lányok vannak. Legutóbb például Parvin Barbie-t választották be ezek között. Az összes előtt. A férfiak azért, mint hogy 30 fölött tudják, hogy milyenek a Victoria's Secret modellek. De már ők se soványok már. Egy darab kilót fölszelt az egyik lány, másnap plusz size modell lett. Nem mondod. De. Tegnapi hír. Na mondjuk ez ugye a másik véglet. Ez a másik véglet, így van. Ez se normális. Amikor a Parvin Barbie volt egy isteni szexi, gyönyörű, ilyen bikinis fürdőruhás kis, tavaly azt mondja, tényleg gyönyörű fotósorozat volt, és hát ugye azért az lesz, hogy minden pasi megnézi, na. És azzal volt tele, nézze, azzal volt tele minden. Nagy darab a lány. A Parvin Barbie? A Parvin Barbie. Hogy hát azt mondja, ez elég ducika lány. A Parvin Barbie. Mit érezzen az a szegény 15 éves, akin tényleg van? Én fotográfusként értem a sztorit, a Parvin Barbara sztoriát, értem, csak az, amit te mondasz, hogy igen, nézik fiatalok, bálványként tekintenek. Aki azt mondja, hogy ez a lány gyönyörű, és aztán elolvassa, hogy ő egy plusz size modell. Igen. És azt mondja, hogy akkor veszek egy XXL-es pólót, azt, hogy lehúzom a térdem, és elballagok a suliba, bőfarmeromba. Belemenjünk ebbe? Hát nem tudom, nagyon húzzuk le angulatot. Ez egyébként egy rohadt tanulságos történet, mert hogy olyan nincs a hétköznapokban, hogy tökéletes ember. Ez így van. És ők sem azok. Kiéve a Kata szerint te vagy az egyik. Lukács Kata kollégánk szerint. Ja, komolyan. Ironizál, persze. Mondd meg, Jani. Sőt, Kata azt mondta, hogy ki... tökéletes vagy. Nem, ez egy csipkelődés, ez én munkai csipkelődés. Akkor miért hívott fel engem azzal ő, hogy nagyképű vagy? Akkor nem ezt mondta volna, hogy olyan nagyképű. Biztos nem ezt mondta volna. Jó, azt elfejtettem mondani, hogy azt mondta, hogy jól néz ki, de nagyképű. Azt lehagytam volna. Kiskata, téged is puszilunk.
Ne, egyébként ez egy teljesen fontos téma, tehát hogy egyrészt ugyebár amiről te beszéltél, hogy ennek is van egy nagyon rossz üzenet, hogy felszedett egy Victoria's Secret modell egy kilót, te jó szagú, hogy plusz-size modell azért sose látjuk, hogy mondjuk ezek mögött a modellek mögött van egy elég komoly marketing, nagy marketing motor, vagy gépezet. És én ezért próbálom úgy nézni az ilyen híreket, hogy először elmosolyodok rajta, vagy érzek valamit, aztán leülök, hogyha van idem, és azt mondom, hogy várjál, tanuljunk ebből. Mit akar gyártani az amerikai marketing gépezet ezzel a hírrel? És akkor jó, nem, ugye nekem valamilyen szinten ez a szakmám is, de kicsit próbálok mögé is gondolni, hogy van-e valami játszma a háttérben. Dani, te fotós vagy. Mondd meg nekem, egy kilót, két kattintásra lesz Megan Foxot, hogyha Megan Foxot te körbefotózhatod itt a kis stúdiódban, akkor szóljál. Mondd meg nekem, hogy mit retusálnál ki utána azon a lányon. Mondd meg. Nyálamat, ami rácsöpögött fotózás közben. Ehhez képest körbefotózzák azt a lányt, és egy hónapig retusálják és rajzolják újra, az egyébként tökéletes arcát, igen, száját, mellét, derek, mindenét. Hát miért? Ne, hogy a 70 éves sernek följebb emelik a mellét, azt mondom, oké, értek benne valamit, az sem kéne, de megértem. A Megan Foxot nem értem meg. De azt ő kérte. Valószínűleg egyébként igen. Látod, például egy klasszikusan komoly zavarokkal küzdő nőt hoztál fel Megan Foxnál, mert nála egész konkrétan lehet tudni, hogy 22-3 éves korától elkezdte a plasztikai műtéteket elvégeztetni magán. 22-3 éves. Ha bármi hiba lett volna a lányom, mert most ezzel szerintem senkit nem sértünk meg, a hölgynézőket sem, vagy hölgyhallgatókat sem majd a podcastnél, hogy ő tényleg egy dögös szép nő. És az volt az érdekes az egészben, hogy az ember mondjuk a Transformers filmeket néha csak miatta nézte meg, lássuk be, mert azokon Megan Foxon kívül a világon azokat semmi nézni való nem volt. De az egyikben benne volt Anthony Hopkins. Ja, köszönöm, bocsánat. Volt egy kis, igen, volt egy kis szerepe. Az ott fölívelt, aztán elrontották az egészet. Igen. És hogy érdekes, hogy benne az okozta, hogy benne, aki egyébként nagyon figyelzett, mert hogy egyébként a testéből, alakjából, szépségéből élt, mert amúgy lássuk be, nem tehetséges, hogy ő még elkezdte plasztikázni magát még pluszban, annak ellenére, hogy jól nézett ki. Mi a jó Istenért? Szerintem pont a bullying miatt. El tudjátok képzelni, hogy mennyi ilyen csesztetést kapnak még az ilyen tökéletesen kinéző nők is az interneten keresztül? Mondjuk az tanulságos volt az időszak, amikor akár Palvin Margaret elővették. Lehet, hogy volt rajta 60 deka plusz. Tudjátok mi? Amikor eszembe jut ez a plusz size modellet, mert felszedett egy kilót, lehet, hogy ez is abból a szempontból egy média hack, hogy a menedzser azt mondta, hogy most elkezdtek rá kevésbé figyelni, legyél plusz size ilyennel, és akkor most két hétig legyél meg, légy kedves, egy tábla milket minden nap. Lehet egy kiló, és azt az anyát. Lehet, hogy de én vagyok a messzei olvasó, aki most elnézést kérek, bocsánat kérek attól a lánytól ezúton is. Fogalmam sincs, hogyha a tökönbe hívják. Azt se tudom, hogy hol valósi. De a cikket arra sem emlékszem, hogy néz ki. De a headline itt van a fejemben. Aha, és rengetegen vannak, akiknek a neve is megmaradt. És újra a figyelem középpontjába került azzal, hogy hízott egy kilót. Milyen röhely ez? Most őszintén. Minden hír. Igen. Ezt tudjuk. Ja, hát. Visszasírom az időszakot, ez egy 1826-ban, egy Fábri show-ban, amikor aktuális hírekre reagált a Sándor. Mondja, hogy ő azon borult ki, hogy a Blick címlapján olvasta, hogy Nóci, azt se tudjátok már ki az, én se. Nóci majdnem elejtette mobiltelefonját, ez egy cím volt, ez egy headline. Igen. Ehhez képest mennyi személy tűr rajta? Az nem a való világnak a műsorvezetője volt? Nem, valami énekes nő volt. Nóci, ezzel a Bucival. Buci meg a Nóci volt, nem? Azok voltak a műsorvezetői a való világnak, az első való. Többet tudtok. Na tessék. És hogy ez akkor téma volt, és ezt címlapon lehetett szerepelteni, és ettől eladtak, a jó Isten tudja, hogy hány százezer újságot. Most a Blicknek a fénykorszakában azt pontosan lehetett tudni, hogy hihetetlen, de ebben a pici országban magyar nyelven 3-3,5 milliós példányszámmal futott a fénykorában. Most nem tudom mennyi. Fogalmam sincs. Hát most a neten nyomják a szennyet. Volt itt Kalocsán néhány évvel ezelőtt, még futottak ilyen a Hotel Kalocsában egy ilyen pódiumbeszélgetés, tehát nagyjából be tudjuk lőni, ezt tényleg időszámításunk előtt lehetett. És egy roma, hát nem is mulatós, inkább ilyen pop csapatnak a frontembere volt a meghívott vendég. Azért nem mondom, hogy ezt valaki visszahallgatja. Lehet, hogy olyan szerződés, hogy még most is perelhető. Mi, helyi? Nem, ő ilyen országosan ismert figura volt. Ő mondta el, hogy már akkor elmondta, hogy a világ, vagy a Magyarországon három pár volt, aki évekig konkrétan élt abból, hogy ő válik.
Ha hogy ne? És ők voltak, hát az egyik. Emlékeztek, voltak az, emlékeztek, ők voltak az egyik. Nekik ebből összetörte autóját hírekre. Igen, igen, igen. Tehát az havonta valaki összetört az autóját, ezzel került be a... Igen, igen, igen. A... Egy kicsit sem irritáló 40-50 milliós Lamborghinit, meg ilyeneket. Ja, hát az a Gyugyi. Ő volt a csúcs ennek az egész összetört autóját. Megszaladott a kátyú, nem tudsz az amit se. Dob rajta egyet, Máborul is. Nem szokott hozzá Dubajba. Egy magyar celeb meg tud magának venni egy 40 milliós Lamborghinit, nem? Ez egy életszerű. Hát egyébként ma már sajnos. Ő nem celeb, ő futbolista, várja, én is az vagyok. Ja, a focista az más. Megyei másodosztály géderlak. Jó? És hol a Lamborghini? Ja, akkor azért ilyen a stúdió, értem? Azért van, hogy összehordott cuccokból, meg faliszőnyeg, szikszalagos faliszőnyegből a plafon. Viccen kívül valamilyen pedáns, patika állapotú, greenboxos, akármi hülyeségben az ember nem is ülne be jó szívvel. Barátom, ide ülünk be jó szívvel, és ezért jön el hozzád ez a sok vendég, és ezért jöttek el ők is nagyon-nagyon sokan előttünk is, meg mi is az első alkalommal, mert jó hangulat, és te ilyen... Eljöttök, nem lezárásként, eljöttök legközelebb is. Ez hát hívsz, igen, már csak, hogy bosszantsuk azt az egy telefonálót, hogy még mindig elhívom a Gábor Janit. A kedvéért eljövök. És lehet olyat is csinálni, hogy tudod, olyan élőt, hogy csak privátba. Tehát annak az egy embernek nyomunk egy élőt, mit szóltok hozzá? Ne hülyéskedj. De hát az egyébként elég kudarc cél, még kikapcsolja az elején. Vagy csak beül ide. De Dani, ezt ahhoz kötözzük. Arra gondoltam, hogy nem is kell, csak itt told rá Janira, kamerát aztán. Csinálok egy olyan hype, vagy egy hogy hívja. Közönség előtt, ne viccelj. Igen, hogy a szerencsés, ez a legjobb. Mikor Londonba készültem, akkor nem tudom, vásárolnom kellett pincérruhát. Mondták, hogy vigyek pincérruhát, mert akkor hogy azonnal kapni fogok munkát. Van ruhád? Van, mehetsz holnap. És akkor nem, kint. Nem, kint. Ez a furcsa. Csak készülj föl. Nem, mert ügynökségnek dolgoztam kint, és ott azt mondták, na mindegy, ez volt a kritérium. Oké. Nézem, a Kalocsa TV reklámját néztem anyáméknál ebéd közben. Annyira megvan benne, meg nagyon kevés dolog marad meg bennem. Evés közben nagyon sok kevés dolog marad meg bennem. Bemegyek a WC-be, és a falra írkálok. Mi van a Józsi bácsival? Stadler József megnyitotta Solton a körforgalom után jobbra a ruházati üzletét. Igen. Öltönyök, ingek, tütrű, és a szerencsésebbek még Stadler Józseffel is találkozhatnak. Ez volt a reklám. Elmentem, és ott vásároltam meg a pincér mellényemet. Hát a pincér szövetgatját és mindent. Kiértem, következő nap dolgoztam. Tehát arra reagálva, hogy a szerencsésebbek még Tódon és stúdiójában élőben nézhetik az élőt. Józsi bácsi, elintézte és... neked, pincér mellény. Igen. Kettő szék. Mi az, ilyen nyereményjáték? Ezt ti hogy nyomnátok így a rádióban, utána, marketingként? Utána lehetne azzal néklámozni a műsort, hogy és a műsort élő strucc előtt vettük fel. Igen. És szerzünk egy struccot, aki néha így random ered, így ha-hát. És bejön a nyak, vagy valaki így fogja, csak így strucc nyakat így bejön. És így szétbarmol mindent. Úgy érdemes, hogy nyitsz egy szavazást a következő promó előtt, amikor a következő Hokedi Live-ot hirdetted, hogy az adott személyt, akit meghívtál, kigyűlöli a legjobban. Igen. És ők jelentkeznek, és ők itt lehetnek időben közben, és amit rohadtul nem láttok, a kamera köré ide lehetne őket rakni kanapén. Na az kihívás, öcsém, akkor beszélgetni is jól. Tényleg van igény arra, hogy élőbe bejöjjetek, hogy megnézzétek az élőt? De nem adhatsz nekik rohadt paradicsomot, meg ilyeneket, meg hülyeségeket. Ja. De oda néz, hogy írnak-e rá? Hát ha valaki ír, na? A Jani írt különben, a Huber Jani. Na, hogyha majd elfogy a bor, akkor fog hozni az övéből. Ez az. Janikám, lehet, hogy addig... Jani, majdnem kiöntöttem, jöhet. Lehet, hogy addigra elmegyünk valami szexádi borászhoz, Janikám, de nyugodtan. Én próbáltam finomabban csinálni. Hajósi borászhoz kell menni. Igen. Szabad egy kis igazságtételt Stadler Józsi bácsihoz? Hogyne. Készítettem vele interjút, élőben eljött. Aha. Már a falu cipős helyemünkbocsa. Akkor, nem, akkor egyébként ez az épp pont szabad lábon volt típusú, tehát ez a... De nem kell bemenni hozzá. Nem, két büntető eljárás között, tehát hogy... Olyan volt, mint a repülős Gizi, néha azért kinn is volt. Gyerekek, onnantól teljesen más színezete volt a dolognak. Eleve érdekes volt, hogy azt mondta, hogy elvállalja élőben stúdióbeszélgetést. De mondom, hogy Józsi bácsi, nagyon szívesen kimegyünk hozzád, fölveszem. Adott esetben nem, ő minden szavát vállalja és nyugodt, és őket egyébként nagyon örül neki, hogy élő, úgyhogy hol a stúdió, írta föl a címet. Mekkora figura. Akkor volt még a Sétáló utcában a stúdiónk, és Józsi bácsi személyesen találkozva azzal a nagyon sok furcsa és röhelyesnek tűnő, és egyébként röhelyes történettel, ami összefonódott a megvette az utolsó vacsora freskó típusú hülyeségek, igen, igen. Amit azt mondta, hogy mondtam, hogy rákérdeztetek, azt mondta, kifejezetten örülne neki, ha rákérdeznék. Adáson kívül. Tehát, hogy pár neccesebb kérdést ilyenkor egyébként leegyeztetsz előre, ezzel nem mindig jársz jól, de meg lehet. És Stadler Józsi bácsinál ezt meg lehetett csinálni.
fogalma nem volt róla, hogy ki mit vásárolt meg. Befektető cégeknek adta ő oda a pénzét arra, hogy, és őt átverték. És már hogy ezekkel a befektetésekkel, az, hogy ő neki voltak rábizonyított problémái, az már legyen az ő baja. Ezeknek egy részét egyébként még abban az élő interjúban is elismerte, csak azt mondta, hogy ami miatt köznevetség tárgya lett a speciál, ott őt is átrázták és lehúzták, mert hogy fogalma nem volt róla, hogy a cég, akinek a pénzét odaadta a befektetésre, mire fogja költeni. Mi miatt? Ez egyébként érdekes volt. Hova lövőd be, hogy ő köznevetség tárgya lett? Hát az utolsó freskóval, az a frankó. Igen, ilyen híreket nyomtak róla, hogy itt el. Csak a Kórecső kedvéért tettem hozzá, hogy egyébként ezeket a dolgokat vállalt, és ott megmagyarázta ebből a szempontból, ez nagyon tanulságos volt. Gyerekek, nekem ki kell menni a mosdóba. Szevasz, meggyújtatok egy cigit? Meg, persze. Tényleg, hát a Cili is itt cigizett múltkor. Kicsoda? De a Cili, a bányai, Bányai Zoli. Magyarán itt akarsz hagyni minket, hogy megbeszéljük a trónokharc Tibi atya. Tibi atyát bedobom nektek addig. És kiteszek egy képet. Most, hogy olyan írt. Nem rohadtul megvárjuk. De most miért Tibi atya fröccsét reklámozod, amikor a Ivaninál is pont kapcsolódik egy kép, amit kitettem az előző csajos sztorihoz, csak Tibi atya szemszögéből. Csávó, 185 centi vagyok, munkanélküli, háromszor voltam sitten, és a kecskeméti... Hoppá! Be vagyok baszva. És kecskéket áldozok sátánista rituálékon. Csaj! Mit is mondtál? 185 centi? Ez ilyen mi marad meg belőlünk a szennyből? Mi számít, mi marad meg belőlünk a szennyből? Ez itt egy kérdés, amire te kimész pisilni, és itt hagyod a beszélgetést. Na. Egy marha egyszerű, keressetek rá Instagramon, igazságot Tóth Máténak. Cigim ott van a Jackén, köszi tényleg. Egyébként ilyet csinált más. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tanulságos. Várj, de hova hamuzzak? Kösz. Sörös dobozba. Ja, kösz. Ja, üres sörös doboz. Nem, itt ez tanulságos. Nem most, hogy hol a szenny határa? Most ez volt az utolsó kérdés. De az, hogy mi maradt meg abból, hogy elmondta a csáva, hogy gyilkos, meg vizé, és a csaj csak hány centi vagy? Édes Isten. Jó, oké. Okay. Nem elmondta, leírt. Nem ha jól sejtem, nem elmondta, hanem leírta, mert ez egy Tinderről kifotózott kép, nem? Ja, azon egy liba. Fogalmatok sincs, mert nem halljátok, amit az ajtóból mond. Egyébként most, hogy kiment, most lehet lefikázni. Na oké, kezdjük. Danitot, most kezdjétek el firkálni, hogy miről van szó. Nem, de egyébként ez viccen kívül szerintem működne. Vagy gondolt, hogy vitt a telefon? Nem tudom, hogy vitte a telefon. Most rohadtul idegesít, hogy háttal van neki ez a laptop, és nézni, hogy ilyen 12-től elkezd 11. 10. De mi van, hogyha valami velünk van, gebasz? Nem, mi van, hogyha valami szünetet rakod be, és az egész csak egy szivatás. Internet szennye téma, a műsorvezető egyébként kimegy élő adásban. Ezt így gond nélkül megengedi magának. Ja. Szerintem tűrhetetlen. Akkor te gyújts rá, én megiszom. Rendben. Ez most így elég szennyes, nem? Az igazán vicces az lenne. Sokat mondóan némán néznénk a kamerába, amíg vissza nem jön. Tudod, és így nézni. Az igazán szállnámos az lenne az egész. 13, 12, 11, visszajön nulla. Megvártunk. Beszéljük meg ezt a trónokharca konfliktust. Na, a trónokharca konfliktus az, hogy szépen nekem le akartad lőni a poént, de mindegy. Én egyébként gond nélkül néztek. Hogy tudnám lelőni a poént, ha nem láttam? Ez ilyen. Nem tudom lelőni, ha nem megy a műsorvezető? Tényleg, Frankon? Azt én megcsinálhatom a rádióban? Megcsinálom egy vendéggel holnap után? Akkor nem, meg lehet csinálni a rádióban azt, hogy élőadásba kivonulsz? Nem tudom. Van, akinek megy. Láttam már olyat is. Ez igen. Jó, az hiszti volt. Nem én voltam. Nem tudom. És itt most befogom. Mondjuk neked azért volt egy-két ilyen necces pillanatod a rádióban. De ugye az élő adás varázsa, interjú közben. Soha nem történt olyan, hogy mondjuk egy kérdés úgy talált be, hogy valaki azt mondta, hogy menj te. Hát minden ugye más... ezt azért mindenki jobban reagált. Minden elnél. Második héten, de hogy nem. Tehát ugye általában egyébként ezt a zavarból jön. A zavar szokta eredményezni leginkább, amikor mondjuk zavarban van valaki, nem rutinos nyilatkozó, akkor úgy benne van a pakliban, de nem veszedelem. Az igazán nagy hős, de erre nyugodtan rákeresettek, a jóisten tudja, hogy milyen, hogy hogyan fog majd feltűnni. Az a híróolvasó volt, ez még egy évekkel ezelőtti sztori, aki magad kigyulladta, hogy kuka az megvan. Ez egy szuper YouTube videó volt. Na, hogyha már internet szenny, akkor van a vicces tartalom. És ez egy vicces tartalom volt, hogy az ember mögött a stúdióban frankon kigyulladt a papírkosára. Jóisten tudja, mi volt benne. Végigolvasta a híreket hibátlanul. Nem kell ennyire, messzire mennünk. Volt nekünk egy kollégínánk, Szilhadina, aki szegényként
3 percen keresztül fuldoklott egy hírben. Emlékszel, egy neki ment, elcsuklott a hangja. Tudom, ami nem tudsz változtatni. Neki ment, megint elcsuklott a hangja. Ez az egyre inkább úgy csuklott, hogy azt érezted, hogy már lassan sírás is lesz benne, mert annyira nem tud kikeveredni belőle. És neki ment 5-ször is, és végig tolta a hírblokkot, hallod. De egyébként kim volt végig hallgatni, szegény, de megcsinálta. De megcsinálta, így van, király volt Adina. Szia, amíg kim voltál, szétszettünk. Igen, rólam volt szó. Igen. Mondtunk, majd visszahallgatunk. Kihagytam a képet, és nem is látszottam. Tehát simán mondhattam volna, hogy ott vagyok, értem, pont engem takart ki a kép. De mi simán lepofáztuk, hogy te kimentél. És pontosabban Jani volt. Nem, egyébként az ajtóból kiabált vissza. Ez egy nagyon elegáns műsorvezető az Anit. Nagyon jó, hogy így. A mozdóba álltam, és csorgattam közben, azt gondolom, mindig két embert kell hívnom. Kimehetek nyugodtan, bármikor elbeszélgetnek. Aztán Vujit Rutko is ezen gondolkozott, amikor elmesélte, hogy ő pont ugyanígy járt. Kiment és csorgatott, csak a mikroportját bekapcsolva hagyta. Ezt elmesélte, hogy Frankó járt így. Ja, az egész végig csurgatta a sajtótájékoztató? Nem, valami előadása volt, és volt benne egy kisebb szünet, és nem egyetemen volt, és mondta, csodálkozott, hogy az előadóba, hogy mindenki rög, amikor visszamegy. Nagyon látványosan jól érzi magát, attól, hogy ő megjelenik. A Huber Jani is írta, nyugi srácok, engem is ott hagyott a picsába, mint én. Akkor Jani egyedül volt, most itt hagysz, hogy most mi Jani megoldott. A borodról tudsz beszélni három napig tudod boráról beszélni egy ilyen borász. De mindig, az hogy lehet, hogy az összes borász tud róla beszélni? Ott mert van olyan fotográfus, aki nem szólal meg fotózás közben, van, aki nagy domás, de az, hogy az összes borász a női lábszagottól kezdve mindent érez a borába, és a lejtők napsütésének a lehelletét érzi a borába. Nem gondolom, hogy az összes borás, csak azért igazán szerelemből. Ja, most benyalunk a Janinak, mi? Hát, ha küld valami borát. Nem, barátom, ez egy nagyon egyszerű megállapítás, hogy veled ellentétben ő szereti, amit csinál. Igen! Te meg szigváríthatsz minket a pitchbe. Én szeretem, amit csináltak, csak amit én csinálok, csak amit ti használ, azokat kívül. Ja, hogy így azt mutat? Hát miért nem mutat, hogy húzzunk innen? Elmegyünk, mi nem arról. Most egy bosszúból megisszuk a maradék sörét, és viszlát. Nem, tehát ez működik nálam. De én meg ezt a bort, amit kiszúrja a szemáját, hogy lenne egy jó kis Huber rosé. Miért nem töltöd ezt? De most már Janinak lassan tényleg küldeni kell valamit, már annyit reklámozzuk. Ezt a rádióban nem engedhetnétek meg magatoknak. Neme, hallod, ott a szememe, ott voltam, láttam, hogy valamilyen ünnepnap volt még a stúdióban, még a Sétál utcai stúdióban voltunk, ugye nem most 48-osok terén vagyunk, és valamiért be kellett mennem ünnepnapon. Meglepő, be kellett mennem ünnepnapon. Jani volt adásban reggel. Az egész város döglött volt. Hallod? De egy madár nem volt a belvárosban, a Sétál utcában. De látom, hogy Gábor Jani benül műsorvezet, és ott van mellette egy Dálmayeres pohár, ugye, amiben a belvárosi kávészó adja ki a kávét. Ez így hogy? Tehát érted? Közelben nem volt, sötétek voltak. Jani bebőfentette, hogy sehol nem lehet egy normális kávét kapni ilyen korán reggel. Német Jósi bácsi bement, lefőzte neki, hallott, és vitte a kávét, hogy itt a kávé, Janikám. Nem vitte egy kis paprikás kácsit is? Nem, mekkora Isten? Nem, ezek egyébként ilyen szép pillanatok meg. Aha. Ez egyébként frankó szívmelengető, mert igen, semmi több nem volt, csak egy gag. Igen. Hogy nem lehet itt kávét kapni az egész városban, mert ünnepnap van. És tényleg minden döglött volt. És hogy aztán kapsz egy kedves gesztust. De Józsi azért ott van a pályán. Azért mindenki előtt van egy kávéval legalább. Ja. Legalább egy mód van rá. Ez mekkora? Mennyibe kerül egyébként egy kedves gesztus, ha már az internet szennye meg a többi? Tudod, tehát, hogy hogyan reagálod le. Elfelejtünk ott emberek lenni. És ez a fajta... Én azért indítottam onnan, hogy ülsz a WC-n arctalanul és írkálsz a falra. Aha. Mert ez a lényege szerintem az egésznek. Az, hogy oké, valamikor a Facebook miért nem mész hát a YouTube-ra élőzni? Magyarok Facebookot néznek, és azért itt láttam az arcát. És ettől egy kicsit visszafogottabb mondjuk a kommentjeiben az ember. Aha. De simán csinálhat egy kamu profilt, azt csinál, amit akar. És azért... A kukkolás, az elbújva, a fikázás, egyebek, ezek ilyen emberi, belső, mély dolgok. Az igazi, igazi alantas. Benne van azért mindenkiben egy kicsi kárőrvendés, még hogy kárőrvendés, hogyha még mindig a legjobb ember vagy a világon akkor is. Nem egy kicsit azt mondom, hogy Ez egy picit mind ott van a belsőnkben. Megtörtént. Hogyha már idézgetünk, meg emberek szóba kerülnek, az agyamba égett édesanyádnak egy szófordulat. Az egyik Kalocsai Néplapos cikkében olvastam valamelyik színházi előadásról, amiben azt írta, hogy a deszkákon mindennapi gyarlóságaink. Mindennapi apró gyarlóságaink. És hogy igen, ez nekünk így van.
ez nekünk így van, és azzal nincsen baj, addig, amíg ezt így, így ezzel tisztában vagyunk, tudjuk, hogy mi az, a helyén kezeljük. Nem? Tehát szerintem azzal nincs nagy baj. Dani, megint meg fogsz szakadni, és aztán közlöd, hogy majd föltöltöd az egészet újra, aztán mondod, hogy már 20 perce nem volt. Eszedbe jutott, hogy most mondtál valami jót, és ha ez nem lesz megörökítve, igen, akkor vége az egésznek. És mondtam valami jót, igen, ezt jónak éreztem. Mindjárt, valaki kommentelje, hogy a Vöri nagyon jót mondott, egy szívet küldjön. Legalább egy, a Jani, vagy ha már itt van. Ja, Jani szokott kommentelni, akkor nem. Huber Jani, ez teljesen itt van. Azt mondja, hogy agyon hype-oltatok, most már minek küldjön bort, mikor kész a reklám. Egy hónapra megvan az előrendelés, mi? Befejeztük a Jósi borászokkal már. Az 1300 pincékre mindenki fölvesz valami ja, csokkot, mert annyit vannak reklámozva itt alatt. Rendkedvér, legutóbb ugye ez egy szilveszteri adás volt, amikor itt ültünk. Be nem volt vége a sorozatnak, igen, és hát addigra Dani már eléggé megfáradt, és nyomjuk, nyomjuk, így éreztük, hogy ez úgy viszonylag jó is megkapcsolunk, és egyszer csak Dani így rám néz, de akkor láttam a szemén, hogy tényleg be van szarva. Tehát nem úgy, mint egy úgy játszani, az tényleg nem volt egy boldog nézés. Be is voltam, basszus, csak szarva is. Vöri, figyelj, van egy rossz hírem. Menjünk neki. Figyelj, valamikor leállt az sem tudom, mikor mondom. Jó vicc volt, így szilveszterkor. De figyelj, nem, nézd. Ezt, erről kéne a netet kapni, és nézd a telefonot, kurvára le van merülve. Lemerült a telefon. Jó, jó, oké. Kísérleti adás. Néztem, hogy akkor már volt egy nem fogadott hívásom a nejemtől, aki már fél órája hazavárt, és na most kéne még legalább persze, egy, 20, gondolom... egy 20 percet tolnunk, mert ugye 5 perc nem indulsz be újra élőbe. És újra kellett kreálni az egészet. Ja. Sorry. Ezért vagy. Ezért de utána te dolgoztál vele duplán, nem én. Hát igen, mert ja, föltöltötte meg minden, de hát szerették. Téged mindenki szeret. Mi? Téged mindenki szeret. Ez... Hozzavar. Ez egy csőbehúzó mondat volt egyébként, igen. Mielőtt Brinyát mondaná bármit, mondhatnám azt, hogy ti vagytok a rádió Ying és Yang. Ying és Jania. Akatra inkább Stan és Pan, vagy így nem tudom. Hogy őt mindenki szereti. Tom és Jerry. Loka és Volka. A rohadék most épp arra utalt, hogy téged mindenki szeret ellentétben velem. Hát várj, attól, hogy te vagy a Tom, vagy a Jerry. Mesélj erről. Miről? Azt mindenki szeret téged. Mindenkinek Vöri vagy. Írjon nem, már valaki valami rosszat. Nem. Ezt teljesen kizártnak tartom. Rólam már konkrétan írták. Írott nyomon való, még a rádió oddán, nem gondoltam, hogy te is ilyen részrehajló semmire való vagy, vagy valami hasonló. Tehát így... Az gáz, a részrehajlóság. Az is csak az internet. Hát az is egy tudod, minősítés. Nem, a fotelkurucz, tudod, hogy minden áron be akar húzni valamilyen fajta zászló alá, mert ez nem normális, hogy te nem vagy valami az zászló. Nem csak de, célzom, az a normális. Nem, nincs, hogy mindenkit szeretnek. De, és nem is mondjunk szerintem, de nem létezik. Nem létezik. Mm. Ez tök jó hangzik, hogy téged mindenki szeret, de hát tudod, hogy nem. Tényleg? Hát biztos. Hát nem? Nem tudom. Titeket nem hívtak, nem, mert ez előtt. Nem mindenki szereti? Nem, de nem érdekel. Nem hívtak fel, hogy miért mész el a Danihoz, mert ez nagyképű. Nem, ezzel nem. Téged nem hívtak fel? Szerintem elő vagyok én nagyképű, mint te. Nem tudjuk. Szerintem. Nem, ez hülyeség. Hogy így ránézésre. Van valakinek valamilyen fajta, jó Isten tudja, a profilja, valamilyen fajta kisugárzás, az nem lett mindenkinek szimpatikus. Ez így van, ez így van. Egy ilyet kellene, egy ilyen szavazás. Gyerekek, hogy nézzétek, hogy háromon közül ki a legnagyképűbb. Tüss, Jani. Nyugodtan. Név nélkül. Nekem nem gond. Az első gifet, ami rámutat a gifeteket sőt. Nekem nem gond, hogy azt mondják. Az jó. Közben lúpolja az kis, nézd a gyerek, aki nagyképű, annak van töke. Ja, ez a kimer mondani dolgokat, és akkor egyszerűbb rásütni, hogy nagyképű, mint elfogadni az igazságot, amit ő kimond, de én nem mertem most kimondani, vagy most mire utalsz? A cuki, annak örülni a cukinak? Hát ez nagyon férfiatlan. Ugye? Igen, akkor inkább nagyképű, nem? Hát akkor már inkább. Azt azért, hát azt nem tudom képzelni, egy nő szerelmes egy nagyképű csávóba, de egy cukiba. Miért ez olyan ritka lenne? Hát, amíg még az elsőre lesz, olyan cuki, és kicsit közelebb ül, hát hadd menjen. Különben a Berkit. Akkor legyek cuki, faszak. A nagyképűről beszélgetünk, a Berkit akartam bedobni még ebbe az internet szennybe. Hú, ez érdekes. Berki Krisztián. Berki Krisztiánt. A Berki. Az olimpikont, úgy van, hogy na, hát, nem focista. Az internet szennyében inkább a misztelt Vasart Harryre gondolt. Vasart Harry. Hát egyébként a mindenki által tisztelt tornász Berkit, vagy a Herre Vasalt Berkit. Herre Vasalt Berkit. Az Eke arcú Berkit. Eke arcú.
Nem de úgy rámentem az oldalára. A vasalt, igen? Vasalt tökű, nem volt elég tökös. Igen? Volt egy zseniális ötlete, és véletlenül a valóság sójában ütött el. És azt az egy dolgot nem csinálta csak meg, amennyire én tudom. Mit? Volt egy ilyen elmebeteg ötlete, hát amennyire én nézek tévét, azt hagyjuk, de pont azt egyébként egy ajánlóban kifogtam valahol a neten. Hogy Berki Krisztián, az a vasalt, tehát a celeb, azon elmélkedett egy barátjával egy vasúti pálya mellett sétálva, hogy milyen klassz lenne, hogy végig sétálná Magyarországot. Tehát az, hogy a nyugati csücsökből a keleti csücsökbe, vagy fordítva, egy nagy túrát tenne, ahol egy ilyen nagy vezeklést a keresztül a vállal. Nem. Végig megy és végignézi Magyarországot, a magyar valóságot úgy, hogy ő végig gyalogolja, mert szerint ez egy jó ötlet, és hogy ezt végigkövethetné a műsor. Ezt az egy dolgot, az egyetlen értelmes ötletét az egész életében, ezt az egyet nem csináltam. Mert azt már nem mutatta, hogy a barátja odafordult hozzá, és azt mondta, hülye vagy, vasart ki a másik golyóra is. Ja, hogy erre volt a poén kihegyezve. Tudjátok, mi jutott eszembe rögtön? Egyébként az volt az érdekes, hogy lehet egyébként valaki így celeb, hogy lehet, hogy a haverja vállon veregette azzal, hogy akkor vasalt ki a másik eredetet is, mert hogy beérte ennyivel. Uh-huh. És a szomorú ezekben a figurákban, amikor beéri a kevéssel... Beéri egy herével. Tessék. Emlékezzetekre, évekkel ezelőtt Ewan McGregor, megvan a színész, de szerintem sokaknak megvan az angol színész. Persze. Ő volt például az, aki fogta magát is és egy motortúrát vitt végig a barátjával. Igen. Az ország, vagy a világhoz került. Afrikát is végignyomták. Nekem Afrika rémlik, nem? Afrikában volt? Mongóliai epizód dereng, amikor Frankon kumisztítak. Az egész világ Afrika. Átmentek Szibérián Afrikában. Igen. És afrikázok itt őket. Nem, tehát hogy ez volt az érdekes, hogy egyébként nyilván ő szeret motorozni, de ettől függetlenül egy kényelmes életmódja van, és egy ismert színész, akinek ráadásul nagyon jó anyagi körülményei vannak, és mégis, hogy a mongol kecskepásztorral eltöltve a jurtában, hogy ő ágyat adott nekem, hogy most megehetem azt, amit elém tesz, és egyébként az egész családja egy napig eszi azt az egyet, amit nekem vacsorára adott, azt az adagot, és hogy ő bemutatta a világot tényleg olyannak, amilyen is élvezetesen. És közben egyébként hitelesen. Ott van. Igen. Uh-huh. És Berki Krisztián előtt ott volt az a rohadt nagy zicser, hogy Magyarországnak a mindenféle ilyen apró szegmensét megmutassa egy kivételesen értékes sorozatban, úgy, hogy még celebként, elnézést, de nem túl értelmes celebként is jól lát volna neki a szerep. De jó, jól lát volna a szerep is neki szerintem. Bele kellett tolni az arcába és felfújni a fejét. Tehát a szomorú az, hogy egyébként pont ebben a kultúrában tehát az értelmes ötletekből nem születik tényleg jó műsor. Annak ellenére, hogy sokkal hatásosabb, mert beérjük kevéssel. Ne érjétek be kevéssel tartalommal, mert rajtatok múlik, akik fogyasztjátok igen. ezt. De... Ha pillanatnyi öröm nektek elég, a pillanatnyi flow élmény, akkor szatjátok az egészet, mert hogy akkor nem fog értékes tartalom születni, és nem fognak belefektetni energiát, pénzt egy ilyen műsorba, vagy egy olyan tartalomba, elmondjam a klasszikus mondatot. Jó. Amit jobban élveznétek. Nem biztos. Jó az nekik. Srácok, egy trash... Ne vagytok nézve. Srácok, egy trash film is lehet jó film, hogyha az koncepciózusan trash film. Úgy, mint mondjuk a trollfoci, amit egymillió akárhány, nem trollfoci, a trollfocit annyira nem, viszont a Tibi atyátok, mint egymillió fölött követnek. És gyakorlatilag Tibi atyából egy ócska szarból a magyar Nine Gag lett. Igen. Aha, igen. Mert a Nine Gagről lopta a tartalmakat évekig. Mert a Nine Gagről lopta a tartalmakat, de most könyörgöm. Nem fordította a Nine Gagről a tartalmakat ennyit. Ajaj, hát de most erre mondják, hogy nem tudom, kell minden embernek föltalálni a spanyol viaszt. Magyarországon ilyen nem volt. Tudjátok, meghonosította, és jól csinálta. Tudjátok, mi a mechanizmus ennek? Na? Hogy van a kelet, meg a nyugat. A kelet feltalál, a nyugat működtet. Ahhoz, hogy a nyugat működtetni tudjon, kellenek neki a feltalálók. Elszívja a feltalálókat, mivel itt nincsenek, a feltalálók már, akiknek az agyuk van, hogy nyugatról másolunk. Ahelyett, hogy megtartanánk a saját agyainkat, újra hasznosítunk abból, ami ott van. Ez nagyon klasszikus jelenség. Persze, igen. Most nem azért, egyikünk sem vagyunk, tehát egyikünk sem... Józan már. Klasszikus, ami nem baj. Már, de ugye a brain down jelenségként írták le ezt, ez a nemzetközi kifejezés arra, amit mondasz, az a fajta agyelszívás, amikor ezek a társadalmak, akik jobban el vannak látva anyagilag, azokat az agyakat vásárolják meg, azokat a feltalálókat, elméket, tudósokat, akik az ő gazdaságuk meg az ő tudományos életük számára fog majd termelni. És ez az érdek, bocsba,
Bocs. És ez az érdekesebben, hogy... Nem, 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 nem akartam kérni, ezt fog meg, Léci. És ez az, amit egyébként nagyon jól végig lehet követni, például magyar tudósok által is. Hát hányatoknak okozott már egyébként fájdalmat az, hogy amikor visszanéztétek történelemkönyvben, hogy valaki, valamely tudósunk, és akkor nem kell messzire menni, hanem Manhattan projekt, és akkor tellerede, hogy a magyar tudósok azok külföldön, meg Amerikában találták meg azt a fajta támogatást, ami az ő tudásuknak megfelelő volt, és ott vihették végig a projekteket. Stelleredén és speciál mi lett belőle? Igen. Most gyerekek, 2019-ben Magyarország ezekből az elmékből Magyarországnak kellene lennie Európa szilícium völgyének. Nem lehetünk. Nem arra vagyunk. És mert mi is beértük kevesebbel, a jó ég áldja meg. Nem figyeltünk oda ezekre a figurákra. Erre is van egy elméletem. Nem, ez kicsit más. Ez nem, bocsánat, de más, amikor úgy indulsz el egy ösvényen, hogy nem azt mondom, hogy ki van taposva és a vörösszőnyeg rá van gurítva, de olyan relatíve járható. Meg amikor úgy indulsz el egy ösvényen, hogy tele van cseszve taposó aknákkal. És akkor ezt most mindenki értse úgy, hogy akar. De hogy miért dobálunk egyébként az embereink elé? Nem, én másképp gondolom. Azért így magyarra utalsz? Nem, én arra utalok, hogy nálunk mindenki tudja. Csak nézzetek meg egy árokásást. Igen. Mindenki tudja. Igen. Nem. Mindenki jobban tudja. Igen. És a végén nem lesz kiásva az árok, hanem mindenki csak úgy tudja. Nem úgy. Várjál, hogy szólok. Ez a nagyon klasszik. Ne, várjál, ne úgy csinál. A kráterbe áll a csávó. Ne úgy csinál. Várjál, szólunk a Pista. Hogy én tudom, igen. Nem hoztatok akármit hozzá. Hát megvan, Dani. Nincs meg. Kráterbe áll a csávó, egy darab ember. Körülött a kráter szélén 15 ez a projektmenedzser, építésvezető, művezető, tökéletes, meg a Béla. Igen. Aki elsa a krátert. Na most a lényeg az, mindenki jobban rendben vagyunk agyba. Ennek ez a lényege. Mert mindenkinek van egy ötlete arra, hogy az, de ennek az áraknak semmi másra nincs szüksége, csak hogy kiássák egy ásóval. Uh-huh. Mit csinál a magyar? Elmegy külföldre, azt mondja, hogy én jobban tudom. Tényleg? Akkor itt egy csapat megét csináld, hadd nézzem. És a csapat alá dolgozik, és megcsinálják. Nem kezdi az a csapat fikázni, vagy akármi. Ennyit fogtok kapni a projekt végére, csináljátok meg, kövessétek a magyart, mert ő tudja. Uh-huh. Ha nem tudja, kirúgják. És szépen ezek a magyarok, akik elmentek, azt mind a csapat szépen fölépítette, mögé állt, nem tudunk együttműködni. Még ha árokásásról van szó, akkor sem. Együttműködni, nem kell meggyőzni a politikai nézetre a másikat, meg akármi. Együttműködni, mert az árok az nem ilyenes, meg nem olyanos. Így van. Hanem legyen kiás, vagy elfolyjon a víz. Így van. Azért nagyon mélyre mentünk, nem? Ez nagyon mély volt. Ez ki kell, meg kell... Ez a hashtag mély vagyok. Ez ki kellene vágni. Így nézni közben, így. Mély vagyok. Hashtag mély vagyok. Deep. Daniel Deep. Többlettartalommal bír, ezt ne legyen hashtag. Na, de nagyon szép gondolat volt. Nem, azért... Ezt le kell venni az internetre, ez nem, annyira azért, jó. Azért rohadtul tanulságos, amit mondasz, mert hogy egyébként tényleg így viselkedünk egymás között. Mm. Tehát az, hogy az agyon bonyolítjuk, hogy irigyek vagyunk a másik sikerére, hogy nem tudunk örülni annak, nem tudunk együtt dolgozni, mi magyarok, és nem tudunk együtt sikerre vinni projekteket, holott tele vagyunk lehetőségekkel. Ez az ország nem véletlenül híres ezekről a nagy elméikről, csak ők nem találták meg azt a csapatot, amiről beszélsz. Ja, hát a nagy elméink azért, legyünk őszintén, zsidók voltak, és ha nem itt maradtak... Már rasszista van. Pont jót akartam mondani, zsidók voltak, és szerencsék, hogy elmenekültek, mert földarabolták ma őket itt. Ja, tehát, hogy legalább tudtak alkotni. Jó, és még annak köszönjük meg, hogy vállalták a magyarságukat. De azért kíváncsi lennék, hogy ott kint mennyire vállalták a magyarságukat. Nem ott ugye az az időszak volt, amikor éppen nem a zsidókat utálták már elnézést, hanem a kommunistákat keresték a minden sarkon, meg minden árnyékban. Neked, akik oda kerültek, azért méltán nem voltak olyan rohadt büszkék a magyarságukra. Nézői mondat, mikor lesz már betelefonálós műsor? Tényleg ennyire uncsik vagyunk. Nem egyébként. Vagy be akarsz szólni? Én azt gondolom, hogy... Kívül, ez egyébként egy óriási ötlet. Nagyon szépen köszi. Ez egy óriási lett volna, hogyha ő mondjuk hozzá tudja tenni magáért. De hát ide leírja. De oda leírja. Írhatja. Aztán majd, ha jót ír, akkor felolvasom. Nem, beszéljen bele, az tök nem, jó. Nem, beszéljen bele. Nem, konfrontálódjon. Nagyképű vagy, nem akarom, hogy még itt valaki összeakaszkodja az én műsoromban. Végén itt vérig sértesz egy jó hiszemű néz. 13-an vannak, csak elég volt összeterelni őket. Ha ez nem Korona Rádió, hogy ott milliók hallgatják. Majd egyszer megmutatjuk neki az online hallgatóságot. Nem, hallgatjátok, tudom. Nem, az az érdekes ebben, hogy nagyon furcsa, hogy emberekből mit hoz ki a meggyőződésük. Tudod, hogy van rólad egy képe, és igen. Attól az Istennek nem tud elszakadni. Tehát tök mindegy, ha megfeszül se, de most feszüljön meg a halál. De egyébként, hogyha megfeszül se fog tudni attól elszakadni,
Akkor sem, hogyha erre rágyújsz. Bocsánat, de csak a Porsche és ember jutott eszembe, aki remélem ezek után majd beír. Ha jutott eddig, igazából... Na ő például tényleg rühel téged, azt tudom. Ki is? Ez ki? Ez mi? Nem, a rádió műsorban elmeséltem egy sztorit, amit egyébként első kézből hoztam. Van egy német barátom. Ez azért hangsúlyozott ki, mert a többit azt nem... Nem. Nem, olyan... Látjátok, még lop is. Olyan nagyképés lop. Olyan információ, amit magamtól nem tudhatok. Ez volt a lényeg. Jaj. Pedig hallom, mennyire nagyképés. Mert minden mesélben tud magát. Van olyan információ, amit magától nem tudod. Egy volt. Egy. Szegény, próbálj jó hiszem, egy rohadt mondatot végigmondani. Gondoltam, de hát itt ülnek a barátaid. Hát, hogy legalább a vége fölfusson, tudod. Minek eddig se sikerült, most már eresztük el. Nem, bocsánat, nem. De egyébként ez egy tényleg nagyon tanulságos eset volt. Tudod mit? Csak a kedvedért meghagyjuk egy következő alkalomra a Porsche sztori. Nem, mondd el. Nem mondom el a Porsche. Most már nagyon akarja, figyeld, most már nagyon akarja. Figyeljetek, írjon valaki, aki szeretné hallani a Jani Porsche sztoriát. Nem, legközelebb elmondom a Porsche sztorit. Nem ezt most itt. És hogyha lesz be telefonál, annak elmondom. Nem, azt szeretném, hogy az ember, aki fölhívott, hogy miért kell erőltetni a Gábor Janit, annak beincsünk még egy alkalommal, amikor újra el kell hívnod. Mert nem mondtam, hogy a Porsche sem. Nem, akkor tudom, mit fogok csinálni? Azt fogok csinálni, hogy meghirdetek valakit, és te jössz helyette. Még jobb. Egy kicsit olyan lennék, mint a Jimmy Kimmel Show-ban a Matt Damon, nem? Aki szét volt szedve a nyomorult. Ja, segély. A Matt Damon állandóan be volt harangozva, de csak sose jutott el a stúdióig. Na hát, ez ilyen. Képzeld, beharangozt, nem tudom, valami karocsai ex-szépség királynő, de meglepi, itt a Gábor jár. És akkor itt ülök én. Vagy az, a legszebb az lenne, hogy ott van a szépség királynő, darál az visszaszámlálót, ott látod, hogy ott ül a szép hosszú lábaival a csajszi, és egyszer csak pik, majd számol vissza 5-4-3-2, és te bejössz oldal, és mint műsorvezető lehűsz. Istenem. És meglepődni, és a szépség királynő azt mondja, Jani, én voltam az, aki fölhívta Danit. Jaj, nagy képé vagy. Na, és akkor ebből építs fel egy műsor, tudod. Mert amikor, hát innen szép nyerni. Nem, amikor kitolsz egy élő videóadást, akkor az az alsó hangon, hogy azért egy órát illik. És akkor tudod, ebből a helyzet legalább. És akkor ebből a helyzetből hogy valamit, hogy egyébként én írtam azt, és én utállak téged, mint a szart. Na, innentől építs fel valamit. És utána, és kérdezhetsz tőlem valamit. Na, most van 15 percet, ha érdekes vagy, itt maradok. Nem, tényleg, mit mondanál annak az embernek, aki fölhívott engem, és leülhetné vele szembe, aki azt mondta rólad, hogy nagyképű vagy, és leülhetné vele szembe. Nem tudni, fejtse ki, hogy miért gondolja ezt. De ezt tennéd fel, hogy mondd el. Hogy... Mondd el, hogy miért gondolod ezt, hogy honnan érkezett ez a meggyőződésed, és esélyes, hogy mondjuk közhelyekkel dobálózna. És akkor mit utána mondaná, hogy... azt várná el, hogy én megpróbálom magam mentegetni, amit nem akarok. Aha. Mert nincs miért, mert pontosan tudom, hogy én meg magamban borzasztóan kritikus vagyok, és saját vagy. Magammal a legjobban. És ez így szerintem működőképes. Az, hogy remélem, nagyon remélem, hogy a legtöbb helyzetben mondjuk határozottnak gondolnak, és hogyha ő ezt a határozottságot mondjuk nagyképűségként fogja fel, hát szíve joga. Hát tudod, elmagyaráztam mégis. Figyelj, most igazából, ha belegondolsz... Jó, most neki könnyű, mindenki szereti. Ja, hát ez ilyen. Igen, én csak itt osztom az észt. Jó fej, cuki statiszta, kint, de gondos bocsokba egy följövök, egy kis szíves pólóba. Figyelj, most én megyek ki, mondd el a trónok arcát. De hát, hogy igazából az, amit ő csinál, vagy amit ők csinálnak, tehát Karocsán ráadásul szó szerint kirakatban, mert tényleg igen. A régi stúdió is kirakatban volt, az új is kirakatban van. Én emlékszem, mikor annak olyanokat olvastam így a csapatunkról, hogy azok a kisvárosi cölöpöknek képzeli magát hasonlók. Tudod miért? Azt, mert hétvégén egy 3-4-en összeálltunk, azt elmentünk valahova inni. Hát, voltunk 20 pár éveseket. Ilyet aztán a 20 évesek rohadt ritkán csinálnak, nem? Hogy páran összejönnek. És bocsánat, nem a piac tére szétüvölteni a környékenek, azt beültünk, valóban azt iszogattunk egy kicsit. Azt igen, a végén lehet, hogy hangosabb volt, de hát nem törtünk össze semmit, nem rúgtunk össze semmit, nem kötegettünk senkivel, nem akartuk föltenni az asztalra a pincérnőt. Miért nem? Mit tudom én. Mindenki stabil párkapcsolatban élt. Vagy az asztal nem volt elég stabil. De ezek stabilak voltak, ezek az asztalok. Érdekes ez az internet szennyboncolgatás, hogy mennyi irányba el lehet menni. Egyébként elképesztő. Tehát igazából bedobtál egy témát, és a világon szerintem mindenről beszéltünk, ami így az életben benne van. De igen, de mégis valamilyen szinten kapcsolódott ehhez az egészhez.
kapcsolódott. Persze, nem, biztos lehetett van oknyomozóbb az egész sztori, hogy menjünk lépésről lépésre. Meg koncepciózusa, meg akkor de ez haladjunk az egy nem koncepciózus. De nem is kell. Mert a nem vendég van a középpontban, ti vagytok, és akkor az van, amit mondtok. Most az a lényeges, hogy Jani nagyképű, akkor derüljön ki. Az internet szennye az nagyon-nagyon sokban onnan fakad, hogy azt gondoljuk, hogy a vendég van a középpontban. Nem, a téma van a középpontban. Igen. Ez a téma van a középpontban. Nem, aki most ezt nézi, az nyilván nem erre a kockásinges gyerekre. Vagy de éppen, valamilyen szinten ugye, igen. Valamilyen szinten talán, de inkább arra kíváncsi, hogy mit mond az internet szennyéről. Mineki a szenny? Miért gondolja ezt szennynek? Nem, szerintem úgy van, hogy a kíváncsiságát azt kelti föl, hogy kik vannak itt, mert hogyha valaki az... mondjuk focista, akkor foci téma érdekli, persze. És hogyha az első 10 perc mondjuk jól sül el, vagy jókat mondanak, akkor még marad, vagy egyébek. Aztán az utórezgése meg az, hogy ezt a focizál, Jani. Most erre mit mondjak? Amikor itt voltam nálad szilveszterkor, és vártam az előző vendégekre, akik itt voltak. Holló Matyi? Igen. Holló Matyi volt itt előtte, de ugye Uszodi útenyésztő. Igen. Magyarország legjobb juhásza. Igen. És igazából, ha létezik terület a sporton kívül, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon idegen, mert egyszerűen nem vagyok jó benne, az például a mezőgazdaság. Úgy beszélt Matyi, úgy sztorizott, úgy mondott el történeteket, úgy mesélt arról, amit ő csinált, úgyhogy még látszott, hogy nagyon meg is volt illetődve az egész igen. környezettől, hogy neki, ő azért, neki látszott, hogy fölöltözve, elegánsan, tehát ahogy az a nagykönyvben meg van írva, hogy ott ültem, és nem bírtam nem hallgatni, nem bírtam nem odafigyelni. Pedig kézzel, magamtól biztos soha nem kerestem kézzel, volna. Kézzel, mások is ezt mondták. Én szerintem nagyon fontos az orgánum, meg a kisugárzás. Mm. Tehát egy alföldi Berci, azt én ott el tudom képzelni korokkal ezelőtt, hogy ül egy tábortűz körül. Melyiket? Idősebb vagy a fiatalabb? Aki itt volt bent a Berci, a fiatalabb. Ül egy tábortűz körül, és a mély hangjával, a lassú beszédével lefoglal mindenkit, és elmesél egy történetet, egy mesét, és mindenkit tátott szelnézi. Az apja ugyanilyen. Az, volt a, az volt a probléma, hogy én ezt körülbelül a riport közepén vettem észre, hogy még annyit se kellett volna kérdezni, amennyit kérdeztem, mert ő simán kitölti a teret, uh-huh. meg az egész. Látod, okay. helyettem a Bercit kell hívni máskor is. Ez ilyen. Hát ő nem nagyképű. Ha nem mindenki szereti. Mindenki szereti, olyan, mint a Vöri. Lehet, hogy lassan azzal búcsúzunk. Tényleg, mert csak ezzel szarul érezni magam. 1:54, most már 2 óra legyen belőle. Kezdjük el egyébként elmondani, hogy meg akarom kérdezni, hogy honnan, hogy melyik szállodából loptad ezt a labdát, ezt... de látom már rajta van a logó. Ott dolgoztam abban a hotelben. Én onnan mindent elloptam. Tehát ilyen jó magyar módjára törülközött van, fürdőköpeny, fogkefe, minden, amit akarod. Azt hagyjál, nézd meg ezt a zöld cipőjét. Az csak Madonna rajongóknak. Megjegyzem azt, hogy van hova fejlődni. Tudod, hogy az én Madonna barátosném, hogy csinál interjút? Hogy vállal interjút? Mert rohadt unta már magát. Az előző lemezőnek a promózása közben rohadt unta magát. Kicseszett egy üveg rövidet az asztal, azt mondom, minden rossz kérdés után iszol. Mi a rossz kérdés? Azt én döntöm el. Ennyi. Na ez baj. Jó, hát én adtam neked egy üveg. Férészegen ment ki a riporter, és nagyon szórakoztató interjú lett. Én adtam neked egy üveg. Kérdezte, hogy mi inspirálta, nem tudom melyik dalodat. Nem akarjuk megcsinálni legközelebb, egyébként most viccen kívül mondom a Drunk History Danitok Drunk változatot. History. Aha. Drunk History. Az a bajom, hogy... megcsinálja anélkül. Hogy inni tudok, csak a történelmet nem tudom. Egyébként basszus nem működik, srácok. Nem tudom, ti néztétek-e, de nekem nem tetszett. Én nem hiszem, hogy ott láttam először a Rásko Esztet, akit istállással nekem imádom a csajt. És nem tetszett. A lényeg az, aki nem tudja, hogy van egy ilyen sorozat, hogy Drunk History, hogy a történelemről beszélnek részegen. És közben piáznak. Mert nem, én ezt Angliában celebek, láttam. Celebek ilyen celebek ismert emberek. Hiteltelen. Mert alapból jó, hogy hétköznapi emberek beszélnek róla. Most bocsánat, pont egyre tájékozottak róla, mint te vagy én. Akik úgy tanulták, meg olvasták, meg szeretik, de azért nem professzorai a témának. Várjál azért. Na. Hát én kurván vagyok töri professzor, na, ezt tudom. Na. Vöri vagy nem. Bocsánat, kenyeres tanár úr. A Vöri vagy nem töri. És ugye ők így, az, hogy oda van rakva egy tál piamerik, és így húzzák le a feleseket, miközben beszélnek töriről, és valahogy nem tudom, nekem hogy nem működött, nem jött. Tehát aztán megláttam a Rásko Esztert itt valamelyik stand-upos előtt, ahogy a szakma hívja fölszopóként. Kovács András Péter előtt lépett föl, zseniális volt a lány. Parádés volt a lány, én annyit röhögtem, nem tudom, mikor röhögtem. És akkor, hogyha nagyon beívott, akkor töri nem a magyar. Nem kellett hozzá, nem kellett történelemről beszélnie, ki kellett állnia és mesélnie kellett magáról. Ennyi kellett. Azt tudtam, mi? Parádés volt a csaj. Mai világban parádés. Az internet szenny idejében mindenki tud magáról beszélni. Igen, erre mondta a Görög Ibolya, hogy ugye ő protokoll szakértő, hogyha
elakad valahol a beszélgetés, egy ilyen bármilyen protokoll környezetben, dob be egy témát. Mi legyen az a téma? Hát én, hát nincs is remekebb téma, hát beszéljünk rólam, nem? És egyébként ez korunknak ja. Egyébként ez egy népbetegség. Ez... Én. Oravec Nórának mi a könyve? Mit most tudom, van neki egy csomó. De valami én márka épít. Én márka. Egyébként én márka. Ez én... nem a könyv címe, hanem azt mondom, hogy ez a maga az a fogalom, hogy én márka építés az egyik. Amikor készültem, és azt láttam, akkor azt mondtam, hogy... Én márka. Igen. Minden én. Igen. Hát ugye az influencer... Ettől leszünk nagyképűek. Az influencer az ebből él. Ebből én. Jani, nem influencer. Magyarországon 1500 követőtől számít, azt mini influencernek is ennek nincsen. Nekem 1003 is. 1003 van, akkor lassan. De Instán? 1003 követőd, akkor te mini insztú. Nem egyébként mini influencer vagy. A találós kérdés az egyébként mindig az, hogy a nagyképű ember az egyébként ott kezdődik, amikor állandóan mondjuk azzal kezdi a történetét, hogy egyrészt én mit tapasztaltam. Én. Az semmi. Nekem mi a véleményem erről? Egyébként a ismerősöd, aki legközelebb remélem itt ül a fotelben, amikor meghív, de csak azért, hogy kisszunk vele, és azért legyen itt, hogy hányszor hallott engem a rádióban magamról beszélni. Ha egyetlen alkalmat említ az elmúlt miért? 5 évből, akkor egy tálcas. Mert olyan nagyképű vagy, hogy már magadról se beszélsz. Túl fontos vagyok én. Magaddal se áll szóba. Nem, ez nem igaz. De ugye Jani tényleg szerintem ő pont billeg ennek a határán, mert ő az, aki nagyon sterilen ugyanarra, hogy ne. Hogy nem, ő neki ez ilyen szentírás, nem rám kíváncsiak, hanem egy témára kíváncsiak a hallgatók, hogy egy jelenségre, a vendégre, ami egyébként tökre igaz, de az nem igaz, hogy rád egyáltalán nem kíváncsiak. Nem én vagyok a főszereplő, nem én vagyok a fontos ott egyébként. Ez így van. Hall, az érdekes lenni, és csak tőlem hallja. Nem én vagyok az, akiről szól. Közvetítő és ez rohadtul fontos. Ez az, amit nagyon sokan elveszítik. Nagyon sokan elfelejtik ezt egyébként, hogy ez lenne az alapszabály, nem rólad szól, nem én meg nekem, hanem számára élvezetessé tenni azt az időszakot, amíg hallgat téged a rádióban, néz a tévében, néz a Facebook watchon. Hogy neki legyen fontos, hogy neki legyen élvezetes, neki legyen érdekes. És amikor valaki a görög ibolyából kiindul, vagy ki más lehetne érdekesebb, mint én, ki a parád és az, ami... erre? Most komolyan, tehát, hogy azt... Ez annyira érdekes, hogy soha nem is hallottam ezt a nevet. Görög Ibolya. Protokoll szakértő, 4 miniszterelnököt szolgált ki. Akkor azért nem, mert én meg nem. És a miniszterelnök... Hát látod! És a miniszterelnökük itt... sem magukról beszélnek, figyeljétek meg, így. Szinte soha nem igen. beszélnek így, magukról. Így. Tanulságos. Igen. Legalábbis, ha jó protokoll szakértő van mögöttük, de Görög Ibolya egy ideje nem dolgozik ott, úgyhogy mással dolgoznak. Igen. Azóta föltűntek a selfie videók, meg a sörlók. Igen. Gyerekek, 1:59:50... Nem, 2 óra. Most. Léci, legyen igazam nekem, amikor kimentél, azt javasoltam a Vörinek, hogy meretten bámuljunk a kamerába, és legyen vége. Hogy addig, amíg visszajössz, most legyen az, hogy... Olyat úgy se csinál senki, hogy nem szól egy szót se végéig, nem? Jó. De itt ül kis, és egyik profin tud elköszönni, akkor csináld már meg helyettünk. Te profin tudsz elköszönni? Hát igen, nem hiszem, minden tudsz elköszönni. Oké, csak ne legyen nagyképű. De várjál, akkor mégsem. Én csak egy dolgot mondanék, és utána... Várjál, oké, te vagy a végén. Egy dolgot szeretném mondani. Én nagyon örülök, hogy eljöttetek, nagyon köszönöm, és kurvára jól éreztem magam. Szintén köszönjük. Szintén nagyon köszönjük. Nagyon sajnálom, vagy nagyon örülök, ezt holnap reggel fogom eldönteni annak, hogy mondjuk az internet szennyén előjött a te nagyképűséged. Szegély. Tényleg nem sajnálom. Ez egyébként innentől egy ilyen angolos elköszönés lenne egyébként jól, hogy mindenki, akit megbántottunk, a rasszista, az ironizáló, mondanánk, a nagyképűk, bárki, akit megbántottunk, azoktól mélységes elnézést kérünk. Nagyon sajnálunk majdnem mindent, ami elhangzott. Reméljük, hogy nem fog bennetek negatív emléket hagyni a mai este, és tényleg, hogyha úgy érzitek, hogy kellemetlenül éreztétek magatokat, akkor elnézést, hogy elcsesztük a hétfő estét, ami úgyse volt másra alkalmas. Tévedtem, de mit csinálj valami vicceset, ez így nem jó. Ne, hajd, van még benne. Még a borsodító kérje, bocsánat, hogy jó. Na, hogy beperelje. És beszólt a borsodírjon, a helyetekben perelnék. Nagyon köszönjük. A termék megjelenítést is. Igen. Szia, Jani! Látod, visszahúzom. Olyan nagyképűt saját magától köszönt. Szevasztok. Osszátok meg a videót. Hokedlivel. Puszi.